óra 8 perc, jó reggel kívánunk mindenkinek. Sziasztok! Hát igen, elkezdjük ezt a hetet, nem teljesen úgy, ahogy szeretnénk, de az mindjárt kiderül. Szia Laci, hello. Jó reggelt, hello, sziasztok! Jó reggelt neked is, hello Gyuri, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Igen, hello Anett, jó reggelt neked! Jó reggelt, sziasztok! Mindenkinek, drága hallgatók, hát azért nem úgy, ahogy szeretnénk, mert ugye voltak reményeink okkal egyébként, hogy ami Gyurink ma már igazából mak, egészséges, aztán műsor után majd elmegy tesztelni, és akkor majd beengedik újra közénk. De a hétvége megint nem úgy telt, ahogy szerettük volna. Mi volt, Gyuri? Hát volt némi hőemelkedés. Ez így visszatért szombaton is, vasárnap is a délután folyamán. Ezért úgy éreztem, hogy most felesleges lesz elmennem adás után tesztelni. Egy-két napot csúsztatom ezt a dolgot. Hogy hát három tünetmentes nap kell, igen. Így van, így van. Úgyhogy, de most például teljesen tünetmentes vagyok, nincs hőemelkedésem, semmi, tehát remélem, hogy ez most már így kitart, de kiszámíthatatlan tényleg. Én meg megkaptam a Covid igazolványomat. És de nekem is neked? Van. Képzeld el, te is megkaptad? Igen, de még a múlt héten pénteken. Wow. Igen, én is múlt héten pénteken, nyilván, de azóta nem találkoztunk, és nem tudom, május 20-ig jó, hát az most akkor mit csinálok azzal? Hát most akkor gyorsan kell élned, az nem sok, 2 hónap. 2 hónap, gyorsan kell élnem? Hát Gyuri, akkor most égette mind a két végén a gyertyát. Hát most aztán adj neki. Hát itt még Anettnek van igazolványa, tehát ketten tudtok igazából ide-oda menni. Mi tudunk most cseppeket igen. cserélni? De jó. Igen. Csak mondom, hogy a lehetőség igen. ott van. Na, de nem, ez aztán rájöttem, hogy hát nyilvánvalóan ugye a novemberi betegségem, igen. nek a végétől lett ez kiszámolva, és gondolom, hogy az akkor majd újul egy oltás után. Na biztos kapsz egy új vakcina igazolványt. Így van. Na, csak mondom, hogy van már ilyen kártyám, ez is valami. Igen, ez is vigasztal engem egy kicsit, hogy én is fogok most már ilyet kapni, és most le lesz a gond hónapokig erről az egészről. Ez azért egy jó érzéssel tölt el. Persze. Nem, jó, a Gyuri, egyébként így kell cselekedni, ahogy cselekszel, tehát nem kockáztatunk, akkor most várd ki tényleg azt a 3 tünetmentes napot, aztán tesztelj. Csak hát sajnálunk, hogy nem vagy itt, egyre csúnyább vagy, mármint, hogy nem úgy, tehát tudod, hogy amikor nem vagy benne az életben, hát most mit szépítsem a dolgot, hát én látom magam, van tükröm. Szomorúan oldalra. Én például, amikor koronás voltam, én adtam a testápolásnak. Tehát, én is adok. Igen. Szóval én adtam. És rendesen tusfürdőzés, borotválkozás, fogmosás, hajmosás. Szeretnéd nyomon követni ezt a procedúrát? Nem hiszed el, hogy ezek létező dolgok? De, csak provokállak. Én tudom. Mert nem tudom, egyedül hogy a borotválkozás az elmaradt, azt belátom, de hát úgy vagyok vele, hogy ennyit megengedhetek magam. Meg, persze, így van. Na, a mi köszöntő SMS-eink írt Csé Béla nekünk például. Na. Igen, ő rég írt, aztán hallelúja Istenek, Nikesdorf 3 fok oszták határ, pár perc. Szép hetet mindenkinek, Dr. Piktor. Szuper. Jó reggelt, 6 óra 8-as csapat. 2 hétig nem hallgattalak benneteket élőben, de a hétvégén bepótoltam az adásokat, mert ezekről a fantasztikus témákról hiba volt lemaradni. Gyurinak jobbulást, ha még otthon áll, ül a függöny előtt, ül, de Krisztika is nagyon cuki, induljon a hét, a szlovák lány. Szép jó reggelt a kis csapatnak, 2 Astra vakcina után is jól vagyok, és pénteken megjött a védettségi kártyám, Prüsszi a szállító. Na, tök jó. Jó reggelt, csinos állatok, Gyurinak negatív tesztet, nektek pedig kellemes hetet kívánok, Kacsa, Dobre Morgan, Főni, csodás hétfőt mindenkinek, Tonyó. Jó reggelt a legjobb rádiósoknak, induljon egy szuper hét veletek, remélem Gyuri is hamarosan visszatér, ölelés a Mercedes-es Kriszti. Szóval nagyon-nagyon foglalkoznak vele, Gyuri. Nagyon köszönöm, jó fejek vagytok, és azon vagyok, hogy visszatérek minél előtt. Most ja. Tényleg. Oké, az időjárás viszont nekem nem tetszik. Melyik része? Az, hogy tegnap hallottam, valaki bejósolta megint a szelet. Hogy emelkedni fog hétvége felé, ezt mondták a tévében, mindjárt ránézek a tiédre is, Anett, de hogy szél, és tényleg ez a szél, ez annyira idegesít már, hogy nem tudom elmondani. És itt van a szél, és tegnap este meg ilyen hószálingozás volt ott nálunk. Igen, nálunk meg is. Meg van őrülve az időjárás. Igen. Na, a héten fordul a kocka. Hú, így kezd Anett. Már csak néhány nyögvenyerős hűvös reggelt kell kibírni, és aztán csütörtöktől berobban a tavasz. Bár nem lesz olyan meleg, mint Miami-ban. De örülni fogunk az érezhető változásnak. Csütörtökön max 14, pénteken pedig akár 18 fok is lehet. Hétvégén is 15 fok felett lesz a hőmérséklet. Ma viszont lehet eső, az ország egyes részén még hózápor is. 10 foknál vagy többet biztosan nem mutat majd a hőmérő, tehát ez a mai. Amúgy névnap Beáta. Igen. Névnap van ma a Beánk. Beánk az véletlenül Beáta, nem? Így van, pontosan. Igen, ő Zsiga Bea, igen. Igen. És évfordulók. Ma van a vízvilágnapja. Jó, igen. Bele is iszom akkora. Megünnepel. Egy finom kortyot, nyugodtan, Laci. Szereted a vizet, tudom.
Hát igen, azért a víz az ott van. A magyar víz. A magyar víz az már azért évszázadok, évezredek óta bizonyított, tehát igazán lehet világnapja. Így van. Na, és ezt most miért mondod, hogy víz nélkül maradt a Niagara vízesés 118 éve? Mert 118 éven át? Nem, 118 éve, egy éven keresztül nem volt víz. Majdnem kiszáradt a Niagara vízesés. Oh, és ezt egyébként a vízvilágnapjához kötik egyébként ezt az eseményt. És ezt hogy lehetett elállítani? Tehát figyelj, ez valami természeti jelenség volt, mert nem tudják, aha, tehát nem ilyen emberkéz által okozott. És ez hogy kötődik a mai naphoz? A vízvilágnapja. Akkor jött meg újra a víz a Niagarában? Vagy nem, ez egy éven keresztül tartott, csak ugye ezt is most így felhozták évfordulóként. Ja. Ma 73 éves Andrew Lloyd Webber, brit zeneszerző. Én azt hiszem, hogy több. Én azt hiszem, hogy már akkor volt 73, igen, amikor... Én is 90-nek tippeltem. Ja. Reese Witherspoon. Ő, hát még a Morning Show. Azt, ma minden ide jó volt. Én nem szerettem ezt a nőt, és abban úgy bizonyított, hogy le a kalappal Jennifer Anistonnal együtt, és ő 45 ma, és Lena Olin, svéd színésznő, a Csokoládéban szerepelt, 66 éves, ő melyik, ő az idős asszony? Az idős, igen, és ezt azért írtam, mert ugye az egyik kedvenced a Csokoládé. Nagyon szeretem azt a filmet, igen. Semmi esélyen megint. Ja, nagyon-nagyon-nagyon szeretem, nagyon jó hangulata van. Juliette Binoche, milyen gyönyörű, igen, nő ott. Ez gyönyörű, igen. Na, Gyuri is írt nekünk, Sopron egyfokos, ott 6 lesz majd, csak 6. Kevés felhővel Miami 21, és 30 fok lesz, Gyuri, köszönjük. Berobbant. Gyönyörű idő lesz Miami-ban, gyönyörű. Mesés. Orosháza -2 fok, 7 fok lehet a csúcsot, lehet hó. Mohácson lehet eső, 2 fokkal kezd Mohács, 8 lesz majd. Budapesten 0 fok van, igen, és 8 fok lesz maximálisan, és itt is lehet hó. Hát nyilván ugye nem ilyen megmaradós. Hogy? Ilyen hosszállingózás, havas esőink. Igen, igen. Na hát ezt tegnap már láttam. Jó, nézzük gyerekek a témáinkat. Hú, de szépen mondtam gyerekek, mert ugye gyerekekről lesz szó. Igen. És nagyon egyszerű, a koronavírusos helyzet miatt most tényleg megállapították, elvégeztek teszteket egy csoporttal, és a gyerekekben kialakult egyfajta szorongás. És ezt lehet, hogy nem veszük észre mi szülők, de tudjunk róla, hogy a veszélye fennáll a te gyerekednél. Ez, hogy nem veszük észre, mert egyébként el vagyunk azzal foglalva, meg saját magunkkal, meg erről beszélgetünk, hogy te még bírod, te még... és közben a gyerek az úgy viszonylag jól viseli, igen, megvan. Igen. Nem, oda kell figyelni erre, gondoljatok bele. Be voltak zárva a márciusi, áprilisi időszakban. Az érettségi, már akiket érint, ugye az is egy ilyen eléggé össze-vissza történet volt. Nem mentek el nyaralni sehova. Igen, edzésekre se lehetett járni egyébként. Edzésekre nem lehetett járni. A barátaikkal, barátnőikkel nem tudnak találkozni. A nagyit nem tudják meglátogatni, hogy legalább, mit tudom én, megkergessék a csirkét a nagyi udvarán. Semmi. És otthon vannak, bele az online térbe, a tanulás is már ott zajlik, nulla szocializálódás, esetleg a szüleit látja, és aha, vagy idegesíti őket, hogy állandóan ott vannak a szülők, vagy az se túl jó, hogyha a gyerek otthon van hagyva, nyilván 12 év felett ezt lehet tenni. Hát meg ugye, meg nyilván a szülő is idegesebb, tehát kevésbé türelmes a gyerekkel. Ingerültebb. És azért, mert ez létező, ezért ma beszélünk egy pszichológussal, Gosi Gabriellával, akivel megbeszéljük azt, hogy egyáltalán szülőként ezt hogy veszük észre, hogy a gyerekkel valami nem stimmel. Ez hosszú távú-e, ami kialakult a koronavírus kapcsán? Biztos, hogy lesz hatása egyébként annak, hogy most egy éven keresztül a gyerekeknek tök más az életük, mint amihez szokva voltak. És hát aztán az a kérdés, hogy mi szülők mit tudunk tenni? Hát hogy tudunk egy picit lazítani a lelkükön? És a korcsoport, amit vizsgáltak, az 11-től 17 éves korig volt, de biztos vagyok benne, hogy ez érinti egyébként a 6-7-8-10 éves korosztályt is, tehát erre figyeljünk oda, és az a baj, hogy egy picit azt gondolom, hogy beszélgetünk majd vele, nyilván ő szakember, de hogy nem tudunk mit tenni. Hát belegondolok, hogy én, mint szülő, mit tudnék mást vagy pluszt tenni, hogy a gyereket ebből kirángassam, nem tudom neked megmondani. Igen, és egyébként nyilván egy csomó olyan jel van, ami nekünk nem tűnik föl, pont a saját állapotunk miatt is. Igen, és bennünk is van, tehát nem az, hogy szorongás, bár az is lehet, hogy szorongás van bennünk, de mindenki meg van kattanva. Én ezt veszem észre barátokon, ismerősökön, rajtad, Laci, hogy meg vagy kattanva. Igen? De mi volt az első jel? És aztán a Gyurival megállapítottuk, hogy ennek semmi köze a koronához nálad, de a többieknél... Ezt így megbeszéltétek. Mi rengeteget beszélünk a hátad mögött. Rólam? Persze, hogy rólad. Hátad nagyon mögött, megtisztelő. Nagyon sokat. Hát megtisztelő is. Még hát ilyen aljasságokat is, de nagyon megtisztelő. Aljasságok, van benne szeretet, van benne nem szeretet, van benne kritika, van benne ajnározás. Mi ilyen csomagokat csinálunk a Laciról a háta mögött.
Nagyon. Igen, nagy. nagyjából nincs is más fogalomkör. Az, hogy napi... Valamikor nem is tudunk másról beszélni. Tök jó, az, hogy napi 2,5 órát kihasítottam Bocskor Gábor életéből, és erről beszélget. A 2,5 óra az erős túlzás, de egy hát mennyit szoktunk, Gyuri? Hát napi 20-25 percet. Ennyi szánunk rád. Tök jó. Hát néha utána hívjatok már föl, mert a tanulság érdekel. Nem, utána arra jutunk, hogy... Megölni a bulit. Megölni a bulit, ha utána elmesélünk. Hát akkor majd a bocsi hív, nem te. Megölni a bulit, hogyha kiderül, hogy más milyen vagy, mint milyen képünk van rólad. Ja, hát figyelj, ha nektek az jó. Én nekem az a fontos, hogy ti nevessetek sokat. De ez megvan. Köszönjük, Laci. Szívesen. Ezért vagyok itt. Hogy nevessetek. Jaj. De, nem, de szeretettel beszélünk mindig a Laciról. Nagyon is. Akkor jól érzem én is. Uh-huh. Ja, örülök. Akkor jól érzem én is, hogy ez az érzés, amit ott közben éreztem, az a szeretet volt. Te ezt nem érzed, azért mondom. Értem, hát elmagyarázom, mi a szeretet. A szeretetet olvastál már róla. Tehát, nem, azokat a részeket mindig átugrom a könyvben. Zavar ez a szó. És bejött hozzá Léna, és azt mondta Joe-nak, na jó, hagyjuk abba. Tehát az, amikor elkezdődik ez szó úgy, hogy szer, akkor te már lapozol? Persze. Hát a kocsit nem tudom hova kell vinni. Te gyorsan olvasol. Azt hiszem, el kell vinni a kocsit. Igen. Nem. Én ezt ugrom, ennyi, de tudom, na jó. 20-25 perc, gyerekek, óriási, nem? Kimondhatja el magát. Na a másik, ezen a héten biztos hallottátok már a beharangózóinkban, itt a Retro Rádióban, ezen a héten indul egy nagyon jópofa kis játékunk. Egyébként egyszerű lesz, reményeink szerint, és a díjazás minden nap egy óriási élmény. Mihelis Norbihoz kapcsolódik. Így van, a Hungaroringen egy élményvezetésre fog elvinni benneteket, beülhettek mellé, és ott aztán majd szerintem kell kapaszkodni rendesen. A nyertes két kört Mihelis Norbival, ahogy kell, tehát megtaposva a gázt rendesen. Hát, a Norbi is ilyenkor kicsit odalép, hogy na, figyelj, megmutatom. Hát nem hiszem, hogy neki ez turistákat, de hogy ez neki akkora kihívás, de viszont annak, aki mellé ül, annak óriási élmény. Az biztos. És hogy pontosan mi ez, ezt meg is beszéljük vele személyesen, tehát itt ő ma a műsorban szerepelni fog, ő ide érkezik, és beszélgetünk vele, nyilván egy picit a pályafutásáról is, tehát most mi a helyzet a VTCR kupával. Én azt sem tudom, az autóverseny a Forma 1-en kívül, hogy az is ugye zajlott gyakorlatilag üres tribünök előtt. Hát de abból is nem tudom, mennyit lemondtak. Tehát igen. Ebben az időszakban nagyon sok minden elmaradt abban is. Így van. És de nekik is lesz egy szezon, de hogy mennyire szűkre szabott, majd azt ő el fogja mondani. És ez az egyik. A másik pedig a játékról is beszélgetünk egy picit vele. A játék nagyon egyszerű. Bemutatunk három hangot, és miután az ÖMV a partnerünk, ugye ebben a játékban. Ultrahang, ez a neve. Igen. Lacika volt a kitalálója. Gratulálok. Lacika óriási. Én szeretem az Ultrahang. Ultrahang. Nagy vagy. Tetszik, mi? Igen. Van egy másodlagos jelentése, ugyanakkor szójáték. Na jó, Ultrahang. Köszönjük az irodalmi elemzést. Ultrahang. Na, és a lényeg az, hogy két játékos lesz majd a vonalban. Uh-huh. Ez minden nap lesz péntekig. Két játékos lesz a vonalban, és gyakorlatilag három hangot játszunk be, ami kapcsolódik, ugye most az ÖMV-re gondolunk, a tankoláshoz is, meg ugye ott a gasztró rész, ami... Hát, ami egy benzinkúton, amit hallhatsz, uh-huh. Azokkal a hangokkal ebben a játékban szerintem fogsz találkozni. Így van, de azok nem csak autóhoz kapcsolódnak. Nem, hát... És aki gyorsabban mondja a helyes választ a hang után, hogy ez micsoda, az nyer, a másik megkap szintén egy megfelelő ajándékcsomagot. Gourmet Selection lesz egy ilyen kis ajándékcsomag két szemére, úgyhogy az is nagyon szuper. De aki nyer, az bim! Már is Norbi mellébe az autóba Hungaroringen két kör. Igen. Full gáz. Nincs is még egy ülés abban a kocsiban. Dehogy nincs. Állni kell lenne. Majd hátul kapaszkodni. Hogy lesz ez? Nem tudom, honnan veszed. Beszerelnek még egy ülést. Van ülés. Hát abba ül a Norbi. Ez nem egy Forma 1-es autó. Hát én láttam róla képet, ne viccelj, mert ha megnézed azt a képet, amit mi is kitettünk, akkor ott egyedül ül egy ilyen trónszéken. Akkor majd szerzünk, hidd el, fogunk találni ebben az országban egy olyan autót, amiben van legalább két ülés. Jó. Ezt én a nevemmel garantálom. Meg tudod ígérni? Nem ezt mondja a csávó? A nevemmel garantálom. Melyik csávó? Hát az a Sonka gyerek. Milyen Sonka gyerek? Sonka Neri? Nem tudom, hát van valami olasz statiszta, aki mindig ezt mondja, a nevemmel garantálom. Gianni. De figyelj ide. Felvágottas ember a tévében. Felvágottas ember a tévében. És ja. Nem Gianni. De figyelj, nem tudod, akkor hagyjuk abba. Hát ennyi.
Azt hittem, jó. Na, de elmondom adáson kívül, ja, nem ja, kell, de nincs ezen sonkán, nincs mit, mert én szeretnék maradni a Mieris Norbinál, meg a játéknál. Jó, oké. Okay. De a kíváncsiságodat meg imádom. Ölelem. Jó. Na, ez lesz, tehát Mieris Norbi érkezik, és játék is ugye ma, az első majd meglátjátok, illetve hát nyilván majd jelentkeztek, hogyha azt mondom, hogy most lehet. És kanyarodjunk vissza a péntekre, ja nem, Vokcin mindenképpen jön 9 óra után. Mivel jön? A vírus miatt velünk élő hétköznapi paranoiákról beszél, ez gyakorlatilag beleillik egy picit abba a gyerek vonulatba. Mert hogy vannak paranoiák, azt mondja, Boga, te beszéltél vele, Gyuri. Igen, felfedezett magán rengeteg olyan hétköznapi paranoiát, ami eddig még a vírus előtt nem volt az élete. Hogy része. Követik? Vagy valaki leköpött rá egy vírusost az erkélyről? Vagy milyen paranoiái vannak? Hát például ilyesmiktől is fél, igen. Aha. Tehát, hogy olyan reflexek alakultak ki az emberekben, és olyan félelmek, olyan elhúzódások, amik egyébként előtte nem voltak, és hát erről szeretne egy kicsit szemléletesen beszélni. Helyes. És hogy mit lehet ellene tenni, hogy az ember ne így élje az életét. Ó, segítő voga lesz ma velünk. Jó lesz, igen. Hú, ma nagyon ilyen pszichóban vagyunk, sokféle szempontból. Figyelj, menj nekünk. A pénteki nap legjobb pillanatai jönnek most már, és ez annyira helyes volt Anettől. Anett azzal fogadott ma reggel, hogy ő annyira tetszett neki ez a rendrakós lány, mondja így, hogy ő egész hétvégén rendet rakott, és most ettől olyan lelkes, hogy a rend van is rendszer. Ugye én annyira beindultam ettől, egész hétvégén pakoltam, és most konkrétan átlátom az egész életemet. Tehát... Szomorú, nem? Rend van, és megtaláltam olyan dolgokat, amikről már nem is emlékeztem. És tényleg elővettem, és tök jó. Fogkefe! De, jaj, Laci, nem, de például ruhák, meg ilyesmi, tehát tök jó, egy rendszer van az életemben, és ezt meg akarom most tartani. Helyes, tehát a régi fog, ahogy a Laci mondja, a régi fogkefét, hány helyre dugtam ezt a fogkefét? Igen. És most újra itt van. Igen. Régi fogkefém, Istenem, 6 évesen, hogy szerettem. Gabi fogkefém. Tehát pénteken arról beszélgettünk, hogy ki mennyire rendetlen vagy rendes, ki mennyire pedáns, és miután sokan küzdenek ezzel a problémával, ezért erre már megint csak szaktanácsadás is jött létre, és az egyik ilyen szaktanácsadó ebben Cserta Alexandra volt. Aki elmondta nekünk, hogy mit kell tennünk akkor, hogyha nagyon trehányak vagyunk. Ami másnak egy semmi, az neki maga a csoda. Mondd, ma mi nyűgöz le, Laci? Igen, egy pillanat, még a Gyurit is be kell kevernem. Igen, mindenki megvan. Hello, Laci! Hello, jó Gyuri. Reggelt! Jó reggel. Oké, Anett, jó, mindenki hallható. 37 elmúlt 4 perccel, és itt írják még az előző ősz, hogy jó reggelt Istenek, az imént említett sonka gyerek, az a XYZRT, az amúgy olasz állampolgárságú ügyvezető igazgatója Giacomo Pendranzini úr. Ő az, aki személyesen garantálja a minőséget. Üdvözlő. Tehát akkor ő gyakorlatilag a sonkák klapka Gyuria, nem? Igen. Nagyjából igen. Övé minden, amíg el nem adja. Ő a tulajdonos. Beáta is itt lakik Magyarországon, és bolyong a világban, és mindenkit megnyugtat, hogy a sonkám jó. Igen. Engem mondjuk meg is győztél, tehát meg ő is. Jézus. A fél olasz. Jó. Na, igen, te? Nem csak itt a Facebookon Beáta is írja, itt még Anettnek a napi jelentésére reagálva, hogy köszi, hogy a vízvilág napján mindenki beázik. Én ezért 10 pontot adok. Hát én meg 0-át. Jól van. Sziasztok, Bálintkám ma lett 6 éves, ide csaltam a rádióz megtenét, bocsi, hogy felköszöntöd, nagyon köszi Laca Biáról. Hát Bálint, hát Isten éltessen, boldog szülinapot, te gyönyörű gyermek. Istenem, hány ilyen SMS veszhet el egyébként, mert ugye rengeteg, a tök véletlenül bögtem erre rá most. És gondolj vele, hogy ott ülnek, mit tudom, órákon át a rádió előtt, és nem jön a köszöntés, ami egyébként nem a feladatunk, tehát ezt előre mondom, hogyha minden köszöntés, akinek van egy gyermeke, és az ő gyermekét nagyon szépnek, okosnak és felköszöntendőnek tartja, és ezt mi teljesítenénk, akkor csak erről szólna minden. Igen, de ott van melletted a gyerek, akkor nagyon könnyű azt mondani neki, hogy boldog születésnapot, kisfiam, és akkor nincs ez, hogy elveszik itt az SMS-t nálunk. Így van. Nekem se jutott eszembe, mit tudom, anyámat felköszönteni Kudlik Júlia által a Deltában. Igen. Tehát, hogy arra vártam volna. Most figyelj, anyám, lehet, hogy most mondja. Figyelj. És semmi. De tényleg, megint lement egy Delta, úgyhogy semmi. Igen, megint lement egy Delta. Biztos a jövő héten. Biztos a jövő héten. Nem hiszem, hogy a Juli néni olyan lenne. Igen, kedves aranyok, biztos, így van. Na, Laci, mi az, ami lenyűgöz? Ez mesélj. Egy ausztrál anyuka csodálatosan csinálja az életét. Ő azt mondja, hogy gyerekek, 7 gyereke van. Este 7:30 anya kicsekkol az anya szerepből, és élni fogom az életemet. Wow. Ha bármi történik, leszámítva a vészhelyzetet, amikor mondjuk mentőt kell hívni hozzátok,
mindent meg tudtok oldani. Ezek, de ezek nem hetesikrek és három hónaposak. Jó. Ebből öt a saját gyereke, kettő hetesikrek, igen. És kettő örökbefogadott gyerek. Tehát valószínűleg a korosztályban is ezek megoszlanak, gondolom, ilyen hát akkor meg... egész kicsitől. Tehát szerintem ezt teljesen jól csinálja. És? Sikeres? Sikeres, abszolút működik a dolog, mert a gyerekek elkezdték a saját ruháikat elpakolni. Elkezdtek saját maguknak, egymásnak vacsorát csinálni. Tehát gyakorlatilag egy teljes önállóság kialakult, anya pedig pattintja a sárdonét, vagy nem tudom micsodát este 7:30-kor, és tulajdonképpen apával ők akkor el tudják tölteni az estét egészen lazán. És ez valami csodálatos, és szerintem így kell csinálni. És akkor miért nem csinálod? Én ezt csinálom. Igen? Tehát hát mindig a vacsora idő az 8 órakor van, de én 7:30-kor azt mondom, hogy kész, oldjátok meg. Tehát a nehezebb részekből kell kicsekkolni. És akkor jön a Laci féle habzsidőzsi? Hát igen. Hétköznapokon szolidabban, a hétvégén már lehet, hogy délután 2-kor is kicsekkolok. Persze. Tehát a gyerekeknek hagyni kell teret, hogy megélhessék azt, hogy mi az, ami veszélyes az életben, és mi az, amit önállóan meg kell tudni csinálni. Tehát, hogy ott vagy mindig, és gyakorlatilag ilyen cseléddé válsz, az nem működik. Szerintem. Nem tudom, és akkor mire fordítod ezt az időt? Hát gondolom, hogy nem társalogsz a feleségeddel, vagy... Miért ne társalognék? Nagyon sokat társalogok a feleségem, mert őnek nagyon sok mondani valója van nekem, azokat én mind meghallgatom, rendszerezem a fejemben, és aztán, ha szükséges, akkor reagálok rá. De egyébként az... Te ezt a szabaddá teszed magad azért, hogy a feleséged brutál sok mondandójának te befogadója legyél? Hát figyelj, most az van, hogy nézzük a blacklistet, ami 8 és év. És végigpofázza? Várjál, angolul nézzük. Én kértem, hogy ne magyar felirat legyen, mert el fogunk butulni. Igen. Igazából, tehát legyen angol felirat, ha van olyan szó, akkor nézzünk csak oda, hogyha azt nem egészen értjük, hogy az tiszta legyen. És hallgatni nem tudom, mert ő mondja. Angolul? Nem, ő magyarul beszél, hogy összezavarjon néha németül. És aztán még ott a felirat, amit szintén nem tudok olvasni. Tehát gyakorlatilag így színes képek mennek a tévén, és akkor beszélgetünk. És akkor nem kívánkozol néha be a gyerek szobába, hogy csak ezt nem. 7:30-kor kicsekkolsz, és gyakorlatilag nem, akkor színes képeket látsz, de nem értesz semmit. Az, hogy a fiúk vacsoráznak az étkezőasztalnál, azt, amit főztem nekik, és akkor utána azt mondom, hogy gyerekek... Azt, amit főztem nekik, tényleg? Persze. Minden este főzöl? Nem minden este, de most hétvégén például főztem egy csomó dolgot. Vadast? Vadast nem csináltam. Csináltam a szuper póréhagymás laska gombás tejszínes szószomattalja tellével, meg mit tudom én, miket főztem. Jó, oké. És vacsoráznak, és akkor én még közben azt mondom, hogy nem vagytok még éhesek, mert még főzök akkor valamit, és akkor kimegyek a konyhába, és akkor még főzök valamit. De én ezt átlátom. És akkor ennyi történik. Én örülök, hogy átlátod. De... Tehát te csinálsz magadnak szabadidőt, csak aztán menekülsz abból vissza a laskagombádba. De az is szabadidő. A főzés az a legjobb dolog a világon. Nem? De, jó dolog. Tulajdonképpen. Miért te is kicsekkolsz, nem? Az apa szerepből. Tehát te is azt tudod mondani, hogy figyelj, Nóri, akkor most ezt a fél hétvégét te oldod meg egyedül. Itt a ház, minden felszereltség. Én nem szoktam ilyen kijelentéseket tenni, tehát nem szoktam a gyerekemtől elbúcsúzni, úgyhogy együtt vagyunk. Ja, csak hogy becsapódik a bejárati ajtó. Nem, de nincsenek nagy búcsú és egymásra találások, hisz együtt vagyunk. Hanem, ez nem erről szólt. Hanem az van, hogy ő jelzi, hogy éppen mihez van kedve. És nagyon sokszor szeret a szobájában lenni egyedül, akkor nem zavarom. Hogyha akar valamit, akkor vagy jelzi, vagy én rákérdezek olykor, hogy mi van. De nincs ilyen, nem kell meghúzni a határvonalat. De és amikor olyat akar, amit te nagyon nem akarsz? A gyerekek egy csomó dolgot kitalálnak, hogy menjünk el az állatkertbe. Ja, nem, én akkor mindig, én rendelkezésre állok. Én voltam mindig a nagy cirkuszba járó, állatkertbe járó, játszóházba járó, az és mindig ugye tropikáriumba bérletünk volt, azért, mert tényleg nem érte meg állandóan venni egy-egy belépőjegyet, ha nekünk éves bérletünk volt a Nórinak is, meg nekem is. Hetente minimum kétszer, de volt, hogy háromszor mentük a tropikáriumba. Én nem tudom, én ezt nagyon nehéz mindig valamit hazudni, hogy miért nem akarok valamit csinálni, a gyerek egy csomó helyre akarnak menni. Laci, nézd ki, milyen apa, érted, nálam egy boldog, gyönyörű lány nő fel majd, érted, a világ látása fantasztikus, és minden, és hát nálad ott lesz ez a két apátlan, szerencsétlen kisportolt fiú. A szerencsétlen nem... Én tudom, hogy nincs szerencséjük veled, így értem. Igen, csak az apjukkal így szerencséjük, amúgy sikeres férfiak. Így van, csak, így van. Hát ez az apa dolog, ez nem jött nekik össze. Ez az apa dolog, ez hát nem jött nekik. Hát szokták mondani, hogy a gyerek választja a szülőket. Tehát tulajdonképpen én... Hol választja ez? Hogy hol vált hát fönt, amikor dönt, hogy hozzád érkezik, akkor eldönti, hogy kik lesznek a szülei. Mert a tiéd onnan jött? Az enyém meg tudom pontosan honnan jött.
Lentről. Az igen. Enyém lentről. Az enyém. Sok összetevőből áll egy gyerek. Na igen, a tiéd föntről jött. Fönt, és azt ők döntik el, hogy kihez mennek szülőknek, és valószínűleg... De ebben nem hihetsz. Miért ne hihetnék ebben? Hát te, nézd, ha te ülnél egy csillagon, igen. És lenézel a földre, és látnál ezt a kis göndör, dühös szemű, fekete embert, akarnád, hogy az apád legyen? Hát akarni nem akarják, csak ezt választják. Tehát valószínűleg mitől a csillagról, egy másik csillag bejött eléjük, és egy csodálatos családot kitakart pont a földön, akiknek nem tudom, medence is van a kertben, meg vidáman grillezik kint apa. Akkor nem volt medence a kertben, amikor az én gyermekem fogant, de az esély megvolt rá. Hogy legyen medence? Akár, igen. Ja. Na mindegy, hát persze, mert egyébként úgy tud fejlődni a lélek, hogy jön egy új életbe, és akkor olyan milyen szülőket kap, neki mire van szüksége, abból majd tanul. Elvesztettem a fonalat már. Pedig egyszerű. Igen. Szerintem ezt mindenki érti. Hogy? És akkor amit kapsz a szülőttől, az téged tanít. Neki valószínűleg ő túl jó gyereke. Igen, hát most megtanítottad a gyerekeidet arra, hogy majd ők is engedjék el a sajátjait. Tehát ez így... engedjék el a sajátjait? Igen. Hova? Az állatkertben. Nem vagyok érthető, Gyuri? Látod, te nem vagy az. De, én nyomon követtem a sztorit. Élvezted? Mert befejezzük most. Igen, nagyon jól szórakoztam. Főleg ezzel az ezoterikus vonallal, mert itt egészen... Igen, amikor Laci felküldte a gyerekeit a csillagra, akkor én is néztem, hogy most hol vagyunk. De... Nem küldtem, ők jönnek. Gyerekek jönnek. Igen, és választottak téged. Ezt tudod, hogy ezt senki nem hiszi el. Dehogy nem, majd mindjárt megírják. Tudod, mennyien szoktak ilyenkor írni a Facebookon? A gyerekek választják a szülőket. Neked van igazad, Laci. Ne hagyd magad. Olyan lesz, hidd el, nyugodtan. Há, persze. Na, jövünk vissza, és maradunk a gyerekeknél, és most komolyan mi eddig hülyéskedtünk, de tényleg komolyan a koronavírusos helyzet, az online oktatás, és az, hogy nem tudnak sehova menni, mozogni, akár sportolni, akár barátokkal találkozni. Mindig ugyanazt látják a szüleik arcát, ami szintén nem a legboldogabb. Szóval a lényeg az, hogy képzeljétek el, hogy a gyerekeknél ezt most kimutatták, hogy tényleg szoronganak már ebben a helyzetben, és ez nem biztos, hogy észrevesszük. Hát igen, mert mi is el vagyunk foglalva nyilván az, hogy jaj, de nehéz most nekünk a munkában, jaj, de nehéz a vírus miatt, nem csinálhatjuk azt, amit szeretnénk. Pontosan, és azért, hogy egy picit segítsünk magunkon, szülőkön, illetve hát nyilván a gyerekeinkkel is, ezért ezt most megbeszéljük Gosi Gabriella klinikai szakpszichológussal, hogy mik azok a jelek, mik lehetnek azok a tényezők, amelyek esetleg egyfajta szorongást kialakítanak a gyerekben, vagy depressziót akár, és hogy mi szülők ezt hogyan vehetjük észre? Igen, biztos, hogy vannak nyilvánvaló jelek, de én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Gabi mit fog mondani, mert biztos, hogy van olyan, amit meg nem veszünk észre. Hogy ez már azt jelenti, hogy valami nem oké a gyerekkel, és az is érdekes, hogy mit fog arról mondani, hogy mit tudunk csinálni. 7 óra 10 perc van, jó reggelt mindenkinek, sziasztok, hello Laci! Hello, jó reggelt! Sajnos még mindig otthon és karanténban Gyuri, hello Gyuri, szia! Jó reggelt! Jó reggelt, szia Anett, hello! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hát Anettnek nagyon, ez annyira helyes ez az SMS, azt mondja, jó reggelt, Anettnak annyira kellemes hangja van, hogy szívesen hallgatnám mondjuk mesét olvasni, lehetne mese, hangos könyv, vagy esetleg szinkron hang szívecskékkel. Köszönöm szépen! Egyébként gondoltam erre, hogy gyerekeknek olvasnék nagyon szívesen föl mesét. Hát jó, ez még a technika is rendelkezésedre áll, tehát nyugodtan vegyél elő valamit. Nagyon érdekes lesz ez a mostani témánk, ugye a koronavírus harmadik hullámát éljük, és az ezzel járó bezártság következtében nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek is komoly kényszerhelyzetbe kerültek, és ez a témához most küldte át egy hallgatónk egy 12 éves kislánya versét a vírus helyzetről. Nem rövid a vers, majd fel fogom olvasni, de gondoljatok bele, hogy az első hullám alatt gyakorlatilag végig online suliba jártak. Bizony. Aztán ugye az érettségi vizsga is nagy kihívást jelentett, mert az is eléggé zűrös volt, és aztán jött a nyári szünet. Igen. Nem volt nyaralás. Hát sehova nem lehetett menni otthon. Sehova nem lehetett is. Menni. Gondolj bele, hogy az a majdhogynem 3 hónap, az a legtöbb családnál otthon telt pontosan úgy, mint az előtti hétköznapok. Mert igen, nekem egy gyerek szokta mondani, hogy jaj, de jó, péntek van, akkor holnap nem kell... Igen. Mit nem kell, kisfiam? Hát amúgy, tehát igen. Ja, tervezni se... Nem, ez tényleg egy nagyon-nagyon megerőltető helyzet igen. Volt mindenképpen. És a harmadik hullámban aztán már minden korosztály kénytelen volt gyakorlatilag a saját szobájára cserélni a tantermet. Na most a tanulási nehézségek mellett, mert hogy azok is felmerültek, ugye kimaradtak az edzések, az iskola utáni foglalkozások,
tényleg a gyerek az íróasztal és a nem tudom a konyha között ingázik, vagy a tévé között. De körülbelül között. Tényleg. Tehát amikor nem volt edzés nálunk is a két gyerekkel, akik ahhoz vannak szokva, hogy heti ötször járnak, az borzasztó volt, és akkor láttam rajtuk nagyon. Igen, és most több mint 10 000 11 és 17 év közötti gyermek bevonásával készítettek egy tanulmányt arról, hogy hogyan viselik a bezártságot. Mm-hmm. És kiderült, hogy bizony komoly testi és lelki problémákat okoz ez a helyzet, szorongástól kezdve egészen a depresszióig. És az eredmények alapján minden ötödik gyerekre fokozott pszichés nyomás hárul a vírus helyzetben. Na, szóval erről beszéljünk egy picit, mert nagyon sokszor a szülők ezt észre se veszik. Te látsz a gyerekeidem valamiféle változást? Még nem, de nagyon-nagyon félek tőle, hogy mi lesz az eredménye annak, hogy otthon vannak gyakorlatilag egész nap. Tehát vagy a gépnél ülnek, mert oktatás van, vagy a gépnél ülnek, mert egyébként szabad idejük van, és akkor megengeded, vagy nem engeded. Hogy vagy jó szülő? Hogy csinálod meg? Tehát... Igen, abszolút, és én is így vagyok ezzel. Én egyfajta demotiváltságot érzek. Tehát, hogy ez a ami, bármiben próbálod kirángatni, akár csak egy olyat, hogy menjünk kirándulni. Vagy, mit tudom én, csináljunk valamit, nem tudom, rajzoljunk közösen, vagy firkáljuk össze az ablakot, vagy most tök minden, csak valami történjen. Nagyon nehéz, igen. És akkor igen, majd, és nincs majd. Nem, tehát soha nem tudod kirángatni abból, ami egyébként valóban az online térben zajlik a barátkozás. Én ezzel nagyon csúnyán visszaélek, tehát én azt mondom, hogy értem, hogy majd, meg most nem akarsz, meg majd holnap, de nem, most megyünk. Tehát mert én vagyok az apukád, és én... megmondom, hogy most az lesz, és utána nagyon élvezi, amikor az erdőben sétálunk. Én elhiszem, Laci, én meg úgy vagyok vele, hogy az, hogy neki jó legyen, azt nem lehet kényszeríteni, mert onnantól, hogy kényszer már nem jó. Hát tehát, hogyha azt mondom, hogy te pedig eljössz az erdőbe, akkor az én lányom biztos, hogy duzzogva jönne végig. Tehát hát annak meg mi értelme abból van? Is tanul. Hát neked egy kicsit nehezebb végig. Nem. Felnőttként te tudod azt, hogy mi az, ami muszáj, mi az, ami nem muszáj, mi az, ami kényszer hatására nem, így, nem, tudsz korrigálni. Nem. Gyereknek... Kedvet kell tudni csinálni. Meg kell mutatni. És annak vagyok a híva, hogy kedvet csinálni. Csak nem mindig tudok, sőt, sokszor nem tudok kedvet csinálni. Soha nem tud az ember igazából. Ja. Nem tudom, hogy lehet kizökkenteni. Tehát tényleg új ingerek. Ezért mondom, én már javasoltam, hogy fessük össze az ablakot. Tehát már ideig mentem én, aki szeretem a rendet meg, hogy minden rendben van, hogy valami. Kenjük össze. Tényleg. Már nincs itt, ha festék, de van étel. Kenjük össze akármi. Az ablakot. Ja, mert ételt csinálni azt szoktunk. Tehát, hogy együtt csinálunk kaját, tésztagyúrás, pizza, ravioli, nem tudom mi. Uh-huh. Ahhoz van kedve, de amúgy nagyon-nagyon nehéz. Igen. És szóval nagyon nehéz eldönteni, hogy mikor csináljuk a legjobbat. És ezért most mindenképpen beszélünk egy szakemberrel. Itt van velünk a vonalban Gosi Gabriella, klinikai szakpszichológus. Szia Gabi, jó reggelt, hello! Szia! Sziasztok, szép reggelt! Na, hát látod, ez egy olyan dolog, ami ilyen kis bekúszó jelenség. Valószínűleg mi sem figyeltünk volna fel erre, hogyha nem olvassuk ezt a cikket, és egyből a Laci is, meg én is, ugye a gyerekeinkre gondolunk, hogy vajon láttuk-e már jelét. És például itt van ez, amit ugye én mondtam, hogy igen, egyfajta demotiváltságot látok, de most nyilván a saját gyerekeinkről elvonatkoztatva kell aggódnunk? Tehát ez most tényleg egy komoly pszichés terhelés a gyerekeknek? Abszolút, és én nagyon örülök, hogy ezt a témát felvetettétek, mert a kamaszaink nagyon meg vannak tépázva, tehát borzalmasan nehezen viselik most már ezt az időszakot. Nyilván ők az első időszakban próbáltak helytállni, de hogy ennek az elhúzódó állapotnak, főleg a nagyobb kamaszaink, akik ugye még csak iskolába sem járhatnak, egyszerűen kimaradnak az identitást formáló közösségi élmények. És ezt te szülőként, mint ahogy ez dilemmáztatok, nem tudod visszahozni, mert nem vagy a kortársa. Hát pontosan. Egyébként számukra mi a legmegterhelőbb a bezártság, vagy ahogy te az előbb mondtad, ugye a korosztályától való távolmaradás, elszakítottság? Mind a kettő, mert hogy ez a kettő egyféleképpen hat, csak két oldalról. Ugyanis ugye a kamasz léleknek, meg a kamasznak az a lélektani feladata, hogy szép lassan elkezdjen távolodni a családtól és a szülőnek az érzelmi biztonságából, nyisson a világ felé, ott mindent, amit te szülőként nevelésben adtál az ő számára, ezt elkezdje kipróbálni a külvilágba, ugye egy a veszélyes világba, de hogy ott próbálja meg igazán önmagát, mindazzal az értékkel, amit te tanítottál neki, hol jól, hol rosszul, hol esetlenül, hol meg ügyesen, és ezek, tehát egyrészt a tőled való és a szülőtől való távolodás
miatt be van zárva, mert a konyhától az íróasztalig császkál maximum, tehát nem tud kijönni ebből az ambivalenciából, ami az otthoni környezet teremt, óhatatlanul, tehát a legjobb szülő vagy, neki akkor is távolodnia kell, mert ez a feladata, és nincsen hova mennie, mert gyakorlatilag nincsen kortárs közösség húsvér és offline minőségében. És itt van az online minőség, és ő azzal pótolja. Tehát ezt lehet látni, én most nem tudom, mert ugye itt a cikk alapján 11 és 17 év közöttiekről beszélünk, de azt hiszem nagyjából ez is az, aki... Tehát, hogy az online pótlás azért az mégis ad valamit. Tehát én például látom a lányom, hogy tökre élvezi a legjobb barátnőjével, heherésznek, ugyanazokat a videókat megnézik, stb. Tehát azért valamit ez az online is tud pótolni, nem? Valamit tud. Egyébként én ide számítanám az egyetemistáinkat is, tehát attól, hogy elmúlt 18 éves és nem 17, és kimarad most ebből a kutatásból, azért a fiatal felnőtt korban bőségesen becsúszik még a kamaszkornak a problémaköre, és ugye az egy dolog, hogy valamit pótol nyilván az online, de hál' Istennek, vagy nem is tudom, hogy most ebben a helyzetben mit mondjak, de hogy a kamaszaink, akik ebbe a térbe születtek bele, hogy nekik teljesen normális az online tér, mindegyik szinte kivétel nélkül megfogalmazza azt, hogy egyébként már elege van belőle, mert hogy nem tudja pótolni, rájöttek ők is, az alfa és a z-generációs gyerekeink is rájöttek arra, hogy van amit tud pótolni, de a legtöbb dolgot nem tudja pótolni az online téren való kapcsolatépítés, és itt ne csak a barátságokra, hanem gondoljunk a szerelemre, vagy gondoljunk a párkapcsolatokra, vagy a csoportkapcsolatokban betöltött helyeinkre. Ezeket nem tudja pótolni az online tér. Hát gondoljunk bele, hogy fiatalként mi az egyetemnek és a gimnáziumnak a legfontosabb része az, hogy csoportba tartozzak, hogy ott próbálgassam, hogy legyenek olyan helyek. Ahogy a német fogalmaz, gruppen. Igen, de hiszen beértünk vele mindent, mert hogy ezt kell kipróbálni. Hát erre nem elég az online tér. Igen, Gabi, egyébként ezek olyan súlyos szavak, amit ez a kutatás használ, hogy szorongás és félelem. Pontosan milyen fajta félelmek, szorongások alakulnak a gyerekekben? Én azt gondolom, hogy ezeket ők maguk sem tudják megfogalmazni. Pontosan azért, mert ugye mély lélektani az a dilemma és az az ambivalencia, hogy el kell szakadnom a szülőtől való mély intim kapcsolatból, és kell találnom valakit a külvilágba, akivel én majd párkapcsolatba lépek, illetve olyan csoportokat, akihez én tudok tartozni. És ők nem fogják tudni megfogalmazni a szorongásoknak a mienségét, mert egy csomó minden ide be van sűrítve. Egyébként a spektrum széles, a legfelszínibb szorongástól, hogy már mióta itt vagyok, és puffog, és ajtót csapkod, mert egyszerűen feszült, pont úgy, mint amikor a felnőttekről beszélünk, egész a halálszorongásig, főleg úgy, hogy ugye ezzel a víruskérdéssel az, hogy éppen a gyerek melyik, milyen családba születik, vagy milyen ingerek, információk érik, az egzisztenciális kérdések korában, ami szintén a sertülőkor, ott igenis ezek a halálfélelmek is aktivizálódnak, és kell róla beszélni. Gabi, egyébként ugye itt mindjárt fel fogom olvasni ezt a verset, mert ez tényleg most jött, de itt nyilván a szülő is felteszi magának a kérdést, hogy de én mit tudok csinálni. Jó esetben otthon van, vagy jó esetben nincs otthon, kinek mi a Laci azt mondja, hogy ő kényszeríti, én azt mondom, hogy én hagyom, csinálja azt, amit akar. Mit tudok csinálni, hogy veszem észre először is a szorongást, és hogy tudom ebből kirángatni? Hát a szorongását elsősorban a frusztrációval, vagy az, hogy magába fordul, és elkezd nem válaszolni. És ugye azért nehéz differenciálni, mert a kamaszkor alapvetően ilyen tüneteket hordoz normálisan is. De amikor hát egyszerűen érzékelni kell egy kicsit, hogy mégiscsak másabb a gyerekem, mint volt mondjuk egy évvel ezelőtt. És tehát az, hogy nagyon magába fordul, vagy az, hogy például olyan kontrollfunkciókat kezd el mozgatni, mint ami mondjuk a testével kapcsolatos, például evészavar, vagy túl sokat mozog, vagy túlságosan agresszív. Nagyon fontosnak tartom itt azokat az agresszív, önsértő dolgokat, amiket szintén nehezen vesz észre a szülő, de
most fontos lenne figyelni, ami ugye a falcolással, vagy bármiféle önmagát bántó, tehát amikor az agresszió nem kifele forog, és nem velünk üvölt a gyerek, hanem vagy nem a telefonba üvölt, vagy hanem saját maga ellen fordul. Kezdi bántani. Hát ezekre mindenképpen oda kell figyelni. Tehát amikor egy kicsit furább a gyerek, akkor üljünk le vele beszélgetni, és kérdezzük tovább. Ez az egyik. A másik, amit tenni tudunk, hogy észszerű körülmények között, de mégis teremtünk nekik offline csoportkapcsolatokat. Tehát, nézzük ezt a verset, egy anyuka küldte, Kriszta, 12 éves lánya írta a vírusos helyzetről. Akkor idézem. Korona idő éppen, a szobámban őszülgetek szépen, nem járunk már suliba ebben a tanévben. Mindenki azt hitte, hogy így könnyebb lesz majd, de itt csak rosszabb lett, mint szívemben szúrt kard. Hiányoznak barátaim, s a közös partik együtt, az emlékek napsugara sokszor a szemembe süt. Elvakíts, egy pillanatra úgy látom a világot, mint egy nyiladozó, csodálatos virágot. De szembesülök vele, hogy ez nem mindig így van, s úgy állok neki leckémnek unottan. Reggel kezdem, délután csak kész vagyok, így módon futnak át agyamon gondolatok. Csak írom a tömérdek házit, közben nézem az utcán sétálgató bácsit. Otthon kell maradni, hajtogatják folyton, de ostrom látszik minden üzleten és bolton. A WC papírt vitték el leggyorsabban, szerintem ez egy elég furcsa hajlam. Nem is akarom ezt jobban kifejteni, inkább a helyzetet kéne lefesteni, napsütés áradat vonul végig kertemen, ott, ahol néha álmaimat kergetem. Hosszú listám ilyenkor elfolyik a fűben, de nem erről van szó ebben a műben, szóval csak terjedt és terjedt ez a vírus némán, így, hogy nincs munka, több szabadidő jut én rám. Mosogassak, teregessek, gyémántgyűrűt ne vegyek? Gondolom olykor, de tűröm, és már is indulok, megyek. Nem tudom, hogy fogom bírni e pár hónapot, talán addig bemagolom a szózatot, holnap már a palackpostámat fogom írni, azzal a felirattal valaki nyírjon ki, léci. De ez csak poén, remélem annak veszed, mert velem kell kibírni ezt a pár hetet. De most komolyan. Rákattantam egy sztorira, és ezért az olaszom dolgozom profira. Nagyon megtetszett nekem ez a nyelv, úgyhogy számomra ez az alapterv. Ne nyúj ide, de oda se kérlek, ettől néha a hajam áll az égnek. Tudom, ez csak jó célból mondják, de azért azt a bacit ők is hordják. Azt kétlem, hogy a mamák, papák a szabályt betartják, ugyanis úgy nyüzsögnek a piacon, mint a hangyák. Persze van, aki megfogadja a tanácsot, inkább süti itthonra a sok fincsi kalácsot. Nagyon sok családot érint a dráma, immáron mindenhol ez a beszéd tárgya, tévében, rádióban, újságban, a neten, mivel nincs suli büfé, nem üres a zsebem. Nem járunk shoppingolni, Aldiba is alig, indulnék, rohannék, de eljutok a falig. Ahhoz a betonból öntött szörnyetekhez, mely elzár, s nem jutok a jó kedvemhez. De van telefon, FaceTime, és a többi, ez a szomorúság falát áttöri. Látom barátaim arcát és mosolyát, ám nem foghatom meg egyikük se kacsóját. Remélem gyorsan telik majd a szünet, kívánom, senkin ne jöjjön ki tünet. Kincső írta ezt március 31-én. Fantasztikus, mert gyakorlatilag leír benne minden lényeg. Ez elképesztő, pontot. Ez a vers, nem? És higgyétek el, hogy nem csak Kincső, hanem a kamaszaink nagy része van ezen az érettségi fokon, és egyébként a legfontosabb tényleg az, hogy lehetne rájuk számítani, mert hogy az erkölcsi értékeik, és az, hogy egy közösségnek az etikai normáit ők betartsák, ebben az életkorban megint csak érzékenyek. Tehát, hogy igenis lehetne velük úgy üzletelni, hogy megkaphassák legalább minimálisan azokat az alaptéziseket, és amik az ő lelki egyensúlyokhoz szükséges, a csoportképződés és a társas kapcsolatok tekintetében, és nem fognak elszállni, hogyha értik, mert tudják, de közben látható, hogy ők is tudják azt, hogy ami nekik parancs, azt meg más meg megszegi. És nem lehet így a világba kiengedni őket, mert hiteltelenek kiválunk, viszont olyan romboló hatások érik most már őket, amire azt gondolom, hogy a társadalomtudományoknak is, meg a vezetésnek is muszáj, hogy meglássák, mert ez idővel később, amikor már ezeknek a témaköröknek a lenyugvása kéne, hogy legyen az ő életszakaszaikba, ott fognak majd láthatóan rombolni. Tehát muszáj, hogy foglalkozzunk velük. Gabi, köszönjük szépen, ennyi jutott most erre a témára. Nagyon szépen köszönjük, ha elmondtad. Kincsőnek is, mert minden szava lélektanilag és pszichésen a pszichológus szakszemével is igaz.
Ez így van, igen. Akkor ezt gondolom, hogy ő is hallotta. Köszi szépen, Gosi. Köszönöm. Gabriella, szia! Köszönöm. Szia! Szia, szia! Hű, Gyuri, na milyen volt ez a vers? Hát megrendítő, egy kicsit megrendítő. Hátborzongató volt, és milyen jól körülírta egyébként, olykor humorral, hogyha, tehát pontosan, hogy a hangulata is hullámzik ennek megfelelően, és ráadásul márciusi a vers, tehát akkor kíváncsi lennék, ma mit írna. Bizony, lehet, hogy egy kicsit sötétebb lenne az egész. Igen. Na jó. Itt írják neked, Laci, nyilvánvalóan, hogy Lacinak igaza van, ha kirángatott a gyereket erővel, aztán már élvezi, csak önként inkább nemet mond, mert már tunya, mert már nehezen szedi össze magát. Igen, Gabi is valami hasonlót mondott egyébként, hogy muszáj biztosítanunk neki olyan élményeket, amit a lehetőségek között tudunk. Hát már amelyik szülő ezt tudja, és ráér ilyenre. Inkább legyen minden ötödik gyerek depressziós, mert otthon van, mint minden tizedik gépen legyen a vírus miatt. Sajnos a brit mutáció miatt több gyerek van gépen. Ha nem hiszitek, hívjátok fel. Igen, hidd el, azért elég tájékozott csapat vagyunk, mert nem tőled fogunk informálódni, amúgy egyébként igazad van. Tehát... Hát vagy nem, mert azért a depresszió nem gondolom, hogy bármennyivel jobb lenne, mert azért tényleg, tehát hogy ezt hosszú távon mit fog eredményezni ennek a korosztálynak egy ilyen fontos életszakaszában, ilyen volt az élete. De ő azt gondolom arra céloz ő azzal, hogy most azért, hogy a gyerekünk vidámabb legyen, azért még ne küldjük el közösségbe, mert abból nagyobb baj lesz. Lehet. Hát, igen. Így van. Na, bocsi, a 7 évesünk, aki amúgy most elsős, egyik este elsírta magát, hogy fél. Nagyon megijedtük, igyekeztünk megnyugtatni, talán sikerült, de azóta sem hajlandó beszélni róla, Laura. Az én 16 éves fiam szorongást ugye nem látok rajta, de kedvtelenséget, szomorúságot olykor. Igen, ezért lehetőség szerint kitalálok közös programokat, amik jót tesznek neki, viszont reálisan nézve az iskolai, kollégiumi élményeket, a haverokat, a csajozást nem tudom pótolni. Reménykedve várjuk ennek az egésznek a végét, de szeretném, hogy a legszebb éve, nem szeretném, hogy a legszebb éveiről lemaradjon. Hát ez az. Hát nem, baromi nehéz, és tényleg szülőnek is nehéz. Én is látom, hogy én is elutasításban részesülök, hogyha azt mondom, menjünk kirándulni, mert én sem vagyok az a kirándulós, de legalább kizökkenünk valamiből. Muszáj nekünk felnőtteknek egyébként erőt venni saját magunkon olyan helyzetekben is, amikor azt érezzük, hogy lehetetlen, de még egy kicsit tovább tudod nyomni magad a gyerek érdekében. Nem, hát az nyilvánvaló. Tehát, na jó, kíváncsi vagyok. Kincső verse, hogy tetszett egyrészt, de nem ez a fő kérdés, hanem az, drága hallgató, hogy mit vettél észre a saját gyerekeden? Vannak olyan változások, amelyeket kifejezetten aggasztónak érzel? Van esetleg pozitív hozadéka ennek, hogy ne csak a negatívban kutakodjunk? Az is előfordulhat, igen, de ugye amit Gabi is említett, hogy akár evészavarok jelenhettek meg, vagy a hangulatában, a kedvében, a motiváltságában. Hát volt az a hallgató, aki nekünk pár hete írta, hogy az egyik gyermeke elkezdett fogyni, mert nem nagyon eszik, a másik meg elkezdett hízni, mert ő meg túlzottan. Szóval milyen változásokat látsz a gyerekeden, mint ahogy most Joe a Zsaru is leírta az ő 17 éves fiával, ami esetleg aggaszt téged, és te hogy segítesz rajta? Tudsz egyáltalán? Igen. Így van, ezek mind érdekelnek. 0620 22 22 122. Ez a Bocskor! Nos, 3-8 lesz pontosan 4 perc múlva, és elképesztő, hogy mennyi különböző szülői megállapítás, vagy vélemény, vagy élmény érkezett azzal kapcsolatban, hogy a gyerekek hogy bírják ezt a bezártságot. És néhányan nagyon szerencsések, itt a Facebookon is jönnek az üzenetek, a kommentek, akiknél ez simán megy. A gyerek jól veszi az online oktatást, az otthonlétet. De Zsuzsa például azt írja, hogy abszolút érződik, középső fiamnak olyan dükitörései vannak, hogy veri a fejét a falba, üt, vág, lelkem sír, mert nem tudom, mivel tudok segíteni. Istenem, ez szörnyű. Ja, van mindenféle kincső, egyébként kincső versét nagyon sokan szerették. Uh-huh. Aztán most az anyuka elküldött még egy hosszabbat, azt mondja, hogy igaz van, teljesen másról ír ma már, de ezt most nem olvasom be egyelőre. Ezt már Facebookon is kérik egyébként, tehát nem tudom, hogyha anya megengedi, vagy kincső hozzájárul, akkor itt kérték többen, hogy szívesen látnák. Itt is írják, hogy tegyük ki. Hát igen, az anyuka adjon erre engedélyt. Aztán tetszik ez a vers, hogy kifejezi azokat a gondolatokat, amit megfogalmaz ez a fiatal lány, olykor humorosan, olykor elgondolkodtat, van hihetetlen, hogy ilyen érettséggel egy kamaszlány ezt meg tudja fogalmazni, csapó. Ez nem 12 évesen. Igen, és ez nem feltétlenül érettség egyébként, a gyerekek azért nem hülyék, tehát érdemes odafigyelni arra, mert egy csomó helyzetben máshogy dekódolnak dolgokat érzelmileg, ami nekünk sok mindent mutathat, amit nem veszünk észre. Így van. Főni, tegyétek már ki ezt a verset, csodálatos, nagyon jól megfogalmazta kincsőzeni. Tonyó, aztán az én egyetemista fiam tekintetében van pozitív hozadéka is. A pandémiának utált bejárni az egyetemre, mióta online oktatás van, sokkal jobbak az eredményei. Szép napot nektek, Marian. Akkor három fiam van. Egyik májusban végzett, másik most végez középsuliban, harmadik tizedikes. Mit látok?
apátiát, letörtséget, kétségbeesést, megyünk kirándulni, csináljuk a programokat, de a haverok, osztálytársak, a simlik, a súgás, az összetartozást mi nem tudjuk megadni, lelkük romokban pedig fiúk, üzeni Kata. Teljesen megértem. Hú, de nehéz ez. Halihó, kincsőverse megindító, és én felnőtt gyerekeimnél a változás az, hogy jobban igénylik az én ölelésem, mint eddig. Mi egyébként is ölelősek vagyunk, kell az érintés a léleknek. Ezt is Kata írta. 15 éves lányom depressziós, rosszabbul tanul, nem lehet kimozdítani, evészavarok vannak, havi ciklusa felborult. Én elengedem az egyetlen barátnőjéhez, akivel jól érzi magát, más már nem érdekli. Azok gondolkodom, hogy lehet, hogy aki megteheti, annak érdemes szakemberrel konzultálni, hogy így szakember távol létében szülőként mi az, amit tehetsz. Az én lányom 13 éves, és nagyon boldog, hogy itthon van. Sokkal jobban tanul, mert azt mondja, hogy könnyebb úgy tanulni, hogy ő osztja be az idejét. Haverokkal folyamatosan csetelnek, a többiek is jól vannak. Sziasztok, a 20 éves egyetemista fiam sajnos nagyon rossz lelkiállapotban van. Fél éves vizsgáira egyszerűen nem tud felkészülni, csak nézte a monitort elmondása szerint, és semmi nem jutott el az agyáig. Esténként sétálunk, többször zokogásba tör ki. Tudom, forduljunk szakemberhez, de még az is online van. Szóval a nagyobbaknak is nehéz, gondoljunk bele, milyen lehet 20 évesen bezárva lenni már 2 éve. Nekik tavaly óta 100% online oktatás van, üdv Bea. És még egy, Halli, az én érettségiző fiam ebben a karanténban egy szívszaggató szakítás után rájött, hogy kutyát akar. 2 gyerekes családként nekiálltunk menhelyre járni, mára van egy új családtagunk, és nagyon összehozta a családunkat a kutya. Miatt rengeteg a séta, a kirándulás, meg persze a beszélgetés is. Lelkileg írtó nehéz, még úgy is, de még így is könnyebb. Igen. Hú, gyerekek, milyen történetek. És hallgassuk meg Kriszta történetét, aki itt van velünk. Hello, Kriszta, jó reggelt, szia! Szia! Jó reggelt, sziasztok! Nos, te írtál ugye a 17 éves fiadról. Igen. Na, ti hogyan tudjátok megkönnyíteni ezt a helyzetet neki? Hát szerintem mi azt hiszem, hogy viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, mert a gyerek sportol, és a mai napig tudnak menni edzésre. Uh-huh. Mit egyébként? Kosárlabdázik. Uh-huh. Tehát nem olyan intenzitása, ami normál körülmények között, hogy heti 5 napot, hanem mit tudom, hogy heti 2-3 napot mennek, de ez is nagyon jót tesz neki, hogy a haverokkal van, találkoznak, hülyeskednek, nevetgélnek, kimozdul, utaznia kell a városban, BKV-zik. Tehát valami történik, így van. Valami történik és vele pontosan. Ezt te fontosabbnak tartod, mint hogy amennyire félted őt attól, hogy mondjuk a tömegközlekedésen, vagy bárhol esetleg a vírust elkapja. Én úgy gondolom, hogy ő teljesen felelősség, teljesen tud közlekedni, tehát a maszkot hordja, nem fogdos semmit, főleg, hogy a mai fiatal lévén ugye a telefonját nyomkodja az egész utazás alatt, tehát, hogy igen, én ezt fontosabbnak tartom. Én az első pillanattól kezdve úgy gondoltam, hogy a gyerekekre ez borzasztóan rossz hatással lesz. Tehát amikor elkezdték, hogy mindenki maradjon otthon, és a gyerekeket zárjuk be, és most a gyerekek hátán verjük el ezt az egész vírus helyzetet, akkor nekem ez volt, hogy és mi lesz a gyerekekkel? Lehet, hogy én ilyen anya tigris vagyok, nem tudom, de nekem az ő problémájuk, hogy amúgy is tudom, hogy ő is egy barna medve, nagyon szeret a szobájába bezárkozva lenni, de most ha ezt még kötelezővé is tesszük nekik, akkor ebből semmi jó nem sülhet ki. És nehéz. Kriszta, azt mondtad, hogy te engeded, hogy a fiad egy szűk körű, de kisebb házi bulikat tartson, vagy ő is elmenjen ilyenre. Amit egyébként tökre megértek. 6-8 fő, nem tudom mennyi az engedélyezet, de ez kell olykor. A többi szülő is egyetért ebben? Igen, én azt látom, hogy ez a szűk csapat, akikkel ők nagyon-nagyon jobban vannak, és akikkel rendszeresen találkoznak, azok ott minden szülő ezt támogatja. Szerintem ez fontos. Nyilván óvatosan mindent betartva, de fontos. Abszolút felelősség teljesen, és igen, volt köztük olyan is egyébként olyan gyerek, aki pozitív lett, vagy lett a családjában pozitív, az természetesen kihagyta a következő 1-2 bulit, és nem ment el. És nem heti szinten gondoljátok, tehát mit tudom én, havonta, 2 havonta. Igen. De én úgy gondolom, hogy amikor már nagyon feszegetik, hogy anya, mikor találkozhatunk, akkor összeröfennek egy ilyen szombat-vasárnap, és akkor elbohockodnak, elvéjeszkednek, látom rajta. Abszolút feltöltődik, így van. Így van, és jobban bírja utána. Oké, köszönjük szépen, Kriszta. Nagyon szívesen. És kitartást a gyermeknek. Köszönjük nektek is. Ciao, köszönjük. Szia.
Na, jövünk vissza, játszunk egy Hungary Machine-t. Így van, megint van egy dalszövegünk, amit Google-el ide-oda fordíthatunk, és ezt kéne fölismerni. Hívjatok most 0620-22-22-122. Indul a Hungary Machine. Igen, gyakorlatilag alig van már olyan poti, amit nem kell betolnom. Kéne egy ilyen lecet csinálni neked, amit így egyszerre így az összeset föl tudod tolni, és akkor nem kell... Hát azt lehet, de mindig más szinten kell föltolni, tehát ez... Nézd ide. Akkor meg kell esztergálni a lecet, és akkor úgy tudod tolni. Na jó, és nem mindig kell, tehát nem mindig mindegyiket, ez a másik. Nem panaszkodom, csak amikor elindul a szignál, akkor nekem itt el kell kezdenem gondolkozni, most lesz-e benn telefon, lesz-e effekt. Gyuri kell, nem kell, Anett megszólal, nem szólal. Kell, tehát... mint egy ilyen tegez, tudod, amiben benne vannak a nyilak, és akkor a különböző lécet, ez a Hungary Machine-os léc, és akkor úgy tolod be vele. Igen, de például, na mindegy. Jó. Az, hogy Gyuri nincs jelen, az is ugye elvileg nem megszokott. Egyébként Kincső egy másik idei versét is elküldte az anyukája, ami a vadászatról szól, és egyébként a halál kérdést eléggé érdekesen feszegeti. Uh-huh. És egy nagyon jó vers, és egyébként főleg a korához képest, de azt most nem osztom meg veletek. Viszont Kriszti majd megkérdezi az anyukát, hogy azt az első és eredeti verset, az kitehetjük-e? Mert hogy sokan akarnák olvasni. Szuper. Jó, Szilvivel játszunk. Hello, Szilvi, szia! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Hát az ország mely részén vagy? Budapesten. Jó, hát az érdekes, hogy gondolkoztál rajta, de... Budapesten. Igen, a főváros. Szilvi, és mivel foglalkozol, mit csinálsz? Egészségügy és egyéb adminisztratív terület. De az egészségügyben adminisztratív területen vagy? Igen, igen. Igen, oké. Okay. Akkor gondolom, hogy ti adminisztrátorok is le vagytok terhelve rendesen, nem? Hát el vagyunk, igen. El vagytok, rendben. Oké, okay. Szilvi, kezdjük el a játékot. Mutatjuk neked a kicsavar dalszöveget. Mehet? Mehet, mehet. Másik léc. Nem másik léc. Most jót nyomok. Nem indul. Ujjaj. Ez egy egér. Ez egy egér, amit ver az asztalhoz. Nem, mert csak az egér, tehát tudom a kurzort oda tenni, viszont ha megnyomom a bal klikket, akkor nem történik semmi. Hát akkor lehet, hogy élőben meg tudjuk csinálni az átfordítást. Nem baj, Szilvi, türelem, a legrosszabb az maximum, hogy nem hallod és kapsz ajándékot, tehát ez tud történni. Igen. Nincs ezzel semmi baj. Na, egyébként még más azt írja, hogy sziasztok, könyv szökött a szemembe, és csak nyeltem nagyokat, a kislány verse, velőt, rázó, Norvi, egy 45 éves apuka írja. Mm. Mi a helyzet, Ati? Van valami a egérrel? De ez az egér gondja, vagy ez a szoftver gondja? Nem, ez a mi gondunk. Ez a szoftver gondja. Jó lesz, akkor majd játszani a Mihelis Norbival is, hogyha ez fennáll ez a probléma, mert igen, akkor nem fog tudni játszani. Szilvi, azt tudom mondani neked, hogy óriási voltál. Valóban ez a Hungária volt. Óriási voltál. Hihetetlen. Miből Gyuri jöttél rá? Gyuri, mit szeretnél felajánlani a Szilvinek? Nyilván minden, de hogy... Igen, mit szeretnél Szilvi ebben a különleges játékban, amit olyan frappánsan megoldottál? Fú, hogy térek magam, az első vissza, vagy kitalálsz. Hát Szilvi, aki jó, az jó. Hát itt nincs... Nos, mit szeretnék? Bögre, termosz, ezek közül lehet választani, melyik legyen. Szilvi lerakta a telefonját, és elkezdett kitolatni a szobából? Egyre távolabb vagy a telefonoktól. Olyan. De itt vagyok. Hát egy olyan acélcumit szeretnék, aztán emlegesítettek. Nem értek semmit. Acélcumit. Ja, emlegetted, igen. Igen, jó, oké, rendben van, és akkor kapsz maszkot is, meg bocsizacsit, jó? Mindenfélét becsomagolunk is. Köszönjük. Köszönjük, Szilvi, szép napot neked, és elnézést, köszönöm, hogy játszani nem tudtál, de nyerni, igen. Köszönöm. Köszi, szia. Hello. Sziasztok, Hello. Na, kérdezem itt az embereket, akik értenek ezeket. Van esélyünk arra, hogy ez helyreálljon? Hát van esély rá, csak nem, ahogy nézem, csak nem, nagy. Nem jelen pillanatban. El kell mennünk egy kicsit innen. Annyi van, hogy a hírek távol, után Dire Straits fogunk énekelni. És igen, átgondolni a dolgokat. Akkor ti gondoljátok át a dolgokat, én meg elmondom, hogy mi van. Tehát indul egy új játék, amennyiben ez itt nem áll helyre, nem indul az új játék, ez csak úgy by the way megemlítem. Viszont ezt a játékot kézenfogva csináljuk, hát egyrészt az ÖMV-vel, de hát Mihelis Norbival is. Ő ugye, hát nem kell bemutatni, ő felajánlotta azt, hogy a napi nyertesünket azt elviszi két körre a Hungaroringen oh, a versenyautóval.
Az nagyon komoly. Tehát játszani kell velünk, ennyi a lényeg. Hangokat kell egyébként felismerni, mert Norbi hangokat is hozott magával. Egyébként olyanokat, ahogy Bocsi is mondta, az ÖMV-től, amit a benzinkúton lehet hallani. Ez lehet kint, amikor tankolsz, lehet bent a shopban, bármi. Bármi lehet, így van. De először Norbival beszélgetünk egy picit arról, hogy egy autóversenyzőnek milyen a szezonja, az előző szezonja és az új szezonja, ebben a helyzetben tudnak egyáltalán versenyezni. Beszéljünk a saját csapatáról, amit ő hozott létre. Vissza kell ülni most a szimulátorhoz, hogy autóval nem lehet versenyezni. Az is nagyon érdekes, így van. Ez a szimulátorból lettem autóversenyző, nekem ez a legszebb történet ever. Én ezt mondom mindig a gyerekeimnek, számítógépezzetek, aztán látjátok a Norbiból is mi lett. Hát egyébként hadd mondjam el, hogy én tegnap előtt, ugye tegnap is ott voltam Debrecenben, de tegnap előtt voltam, ott van egy nagyon komoly egyetemi szintű pilótaképzés. Uh-huh. És a debreceni reptéren is ott van egy Boeing szimulátor és egy Airbus szimulátor. És mit csináltál vezetted? Hát mind a kettőn, hát igen, gyakorlatilag egyfajta oktatást végigmutattak egy iskolakörre. Uh-huh. Hát az valami fantasztikus volt. Tehát, és ott aztán egy típus vizsgával, tehát akár egy Airbus vizsgával te végezhetsz ezen az egyetemen 3,5 év után. És mit mondott az oktató, hogy van érzéked, ügyes vagy? Hát nézd, azért én nagyon régen repültem, nyilván dicsért, de azért én láttam, hogy mit csináltam. Nem, nagyon volt. Nyugodtan legyen őszinte. Nem, ez nem vidámpark, tehát ez nem olyan, hogy csináljunk egy áthúzást a parlament előtt, meg mit tudom én. Tehát ez komolyan meg kell. Ez nagyon, nagyon komolyan. Ez most csak azért mondom, mert hogyha valaki szimulátoron nagyon jó, akkor tényleg nem vicc, hogy nagyon jó lehetsz aztán a komolyban. Tehát hát, a valósban. Egy új kapu nyílt ki, megint. Én már gondoltam, hogy elvégzem. 3,5 év, és nem láttok. És lent leszel Debrecenben, lesz Debrecenben, igen. Vezetgeted a szimulátort. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy Mihelis Norbi érkezik, Mihelis Norbival megbeszéljük, ami aktuális jelenleg, és aztán elvileg reményeink szerint összeáll minden egy óra múlva, és akkor tudunk játszani is. Jön az Útrahang. 8 óra elmúlt 11 perccel, itt vagyunk, jó reggelt újra, sziasztok, hello Laci! Hello Bocsi, jó reggelt! Gyuri karanténban, de azért itt van velünk, hello Gyuri, jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok! Hello, hello, hello Anett! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Gyuriról annyit, hogy hétvégén újra belázasodott, tehát nem jön ma tesztelni. Amiről szó volt. Amiről szó volt. Így van, hogy aztán esetleg holnaptól már velünk lehessen, hanem várjuk meg azt a 3 tünetmentes egymás utáni napot, és akkor a Gyuri majd újra csatlakozik. De itt van velünk, ez a lényeg. Így van, így van. És jelenleg tünetmentesen is, remélem ez most már így marad. Pontosan. Na, gyerekek, még az előző, úgy látszik, hogy nagyon-nagyon megmozgatta a hallgatóinkat. Jó reggelt, Bocsi, a vers nagyon tetszett, köszi, kicsi lány, üzeni Atis. Akkor az anyuka azt mondta, hogy neki megtiszteltetés, ha jól olvastam. Tehát kitehetjük a verset. Igen, a diákok totál leterheltek, sírnak, feszültek, totál csőd az online oktatás az ő szemszögükből. Motivációs tréner vagyok, most egy csomó 14-17 évesel kell online beszélgetnem, hogy kijöjjenek a depiből, ne vagdossa magát pengével, ne zokogjon egész nap, reggel 8-tól este 8-ig tanulnak, nem pihennek, gabesz. És hát igen, ez a következő SMS már a következő vendégünknek szól. Biztos hallottátok így az elmúlt héten azt, hogy egy Útrahang című játékkal készülődünk, és ez 8 óra 50 felé lesz majd. A feladat egyébként nagyon egyszerű, SMS-ben kell jelentkezni, és 2 hallgató versenyez egymással, 3 olyan hangot kell felismerni, amit az ember jellemzően a benzinkutakon hall. Tehát ez nem csak tankolás, meg csak autóval kapcsolatos. Bármi lehet kint, bent, amit szoktál ott hallani. És aki a játékban nyer, az szinte már is ülhet be Mihelis Norbi mellé, aki hát remélhetőleg egy életre szóló ajándékkal ajándékozza meg, hiszen ugye a Hungaroringen 2 kört tehet a nyertes. Az biztos, hogy életre szóló érmény lesz. Igen. Szép volt, Laci, hogy lereagálod az életre szóló élményemet. Mit mondjak? Azzal, egy... hát vagy biztos, semmi. Az, én nem mernék beülni a Norvi mellé. Jó, okay. A büntetésből jönned kell. Most nem bírok. Gyuri, te mit szólsz ehhez, hogy egy életre szóló élmény lesz ez? Hát egy életre szóló élmény. Na, látod, annyira adja magát, hogy ezt mondja rá az szerintem ember. Szerintem is, így van. Na jó, és pont ezért itt van velünk a stúdióban a Túraautó Világkupa, a VTCR 2019 9-es évi győztese, Magyarország első fia összetett bajnoki címét nyerő sportoló, ezt mind olvasom, el nem tudnám mondani fejbe, de itt van Mihelis Norbi. Szia Norbi! Jó reggelt! Jó reggelt. Szia. Sziasztok! Jó ez reggelt. Egy életre szóló élmény nekem. Igen, ezt hallottam. Laci nagyon tud, tehát amikor mi ott elveszünk mondatokba, gyakorlatilag a szavak erdejében, és a Laci egy szép mondattal megismétli ugyanazt, de kisimítja és összegzi. Igen, nagyon aranyos volt, mert már Laci itt kifaggatott akkor, hogy hány ülés van az autóban, meg
Meg én azt éreztem, hogy tényleg szeretne beülni. Hát igen, mert a bocskori terdőbe vitt engem ezzel, hogy hány ülés van az autódban, mert hetet vizionált, tehát ilyen nagy családos, meg ilyesmi. Egyszerű. Látom, hogy ilyen trónon ülsz bent középen gyakorlatilag, és minden a tied. Azért remélem nem középen ülsz. Nem, rendesen úgy ülök, mint egyébként bármilyen más hétköznapi sofőr a bal oldalon. Ez a te autód most, amit mi látunk ebben a pillanatban? Igen, ez volt. Ja, tehát nem ez az autó. Az idei szezon még nem kezdődött el, meg egyébként most kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert a munkaadom, a Hyundai még nem jelentette be az idei szerepvállalását, tehát egy kicsit ilyen rébuszokban kell beszélni arról, hogy idén mi fog történni. Ja, oké, nyugodtan. Meg hogy milyen autóval megyünk, de mindegy, ezzel az autóval versenyeztem, ezzel az autóval nyertem a bajnoki címet. És ugye Lacit megnyugtatott, hogy tényleg egy ülés van a verseny alatt, egy ülés van az autódban. Akkor, de miért van két név, az a N. Mihalis és G. Tranquini? Hát és hol a csapattársad, annak nincs ülése? Ja. Hát ő egy másik autóval megy. És miért írod ki a csapattársad nevét? Ez egy ilyen promókép. Ja, értem. ez egy demo, szerintem egy demo autó, amiről készült egy fénykép, és akkor ezt rajta van a bércsoportod? Azt a rallisok ráteszik. A versenyzőrán rajta van. Ja, azon van pozitív. De azt hittem, hogy Olaszországban nem tudják kimondani a nevedet, ezért ott Tarquini néven nyomod. Igen, tehát a görög nevedet azt az olaszok lefordították Tarquininek. Egy jó zöldséges Tarquini, milyen jó lenne most. És iszunk rá egy Mihaliszt. Jó. Egy Mihalisz jéggel, hogyha... Igen. Na, hogy állsz jelenleg a versenyzéssel? Tehát gondolom, hogy minden mást úgy az autóversenyzés is érinti ez a koronavírusos helyzet, de azért voltak futamok tavaly is, nem? Tavaly volt, későn indult a szezon, tehát egy normál évad nekünk úgy néz ki, hogy mondjuk március végén kezdődik a bajnokság, a első futammal, és akkor november vége, december eleje az utolsó futam időpontja. Tavaly szeptemberben indultunk, és 10 helyet mondjuk csak 6 hétvégét csináltunk, csak európai fordulókkal, tehát kicsit hasonló volt, mint mondjuk a Forma 1 esetében. És az idei év is most, hát tudod, 2-3 hónappal ezelőttig mindenki arra számított, hogy ez egy normálisabb év lesz mondjuk a tavalyihoz képest, és most én azt látom, hogy megint nagyon nehéz tervezni. Tehát az idei évben a jelenlegi állás szerint júniusban van az első futamunk Németországban, de én már hallottam olyan pletykákat, hogy ezt lehet, hogy törölni, vagy mondjuk szeptemberre. Milyen mosolyogva mondod? Hát nem mosolyogva, csak tudod, az ember egy másfél év alatt megtanult hozzászokni ezekhez a váratlan helyzetekhez, és én mindig azt mondom, hogy tök jó, én legalább tudok versenyezni. Tehát, hogy amilyen problémákkal itt küzd egyébként az emberiség, nekem 3 hónappal később kezdődik a szezon, kicsit felborítja a felkészülést, de hát, Istenem. Igen, de apropó felkészülés, az előbb adáson kívül, illetve adásban is meséltem, hogy voltam most éppen repülőgépszimulátoron, és a Debrecenben látott, hogy parkolnak a vízergépek. És ott mesélték egyébként a pilóták, hogy nekik ez a több hónapos kihagyás is érezhető repülőgép vezetésben, ami egyébként azt gondolnád, hogy egyszer tudod, mindig tudod, hogy ez gondolom nálatok is így van, nem? Tehát, hogyha nem vagy állandó gyakorlásban, gyakorlat alatt, akkor, persze, tehát ezt a kiesést érzitek, nem? Persze, hát úgy néz ki, hogyha vége van mondjuk egy évadnak decemberben, akkor mi mondjuk január közepéig, január végén nem csinálunk semmit, mármint, hogy versenyzésre kapcsolatos dolgokat, és ilyenkor mondjuk 2 hónap elteltével, amikor visszaülsz az autóba egy ilyen külföldi teszt esemény alkalmával, akkor eltelik. Hát nálam jellemzően mondjuk egy-két-három óra biztos az autóban, amíg megint otthonosan érzed magad, és tudod, azokat az apró finom mozdulatokat megint helyén tudod. Tehát akkor jön a kis Tesco parkolózás, és akkor utána ki a forgalomba. Addig nem bátra. De egyébként ilyenkor szimulátorra visszaszoksz egy kicsit? Vagy hogy több időd van erre, vagy élvezed azt még annyira? Hát figyelj, igen, egy néhány évvel ezelőttig csináltam, csak az utóbbi időben annyira felbosszantom magam, mert minden egyes alkalommal, hát azon is, de elsősorban a nagyon-nagyon kemény ellenfeleken, mert itthon már tudod, az van, hogy ha indulok versenyen, akkor nagyon sokan jelentkeznek, nagyon sokan rákészülnek, és hát nehezen tudok már a régi önmagamat, vagy az régi önmagamhoz teljesítmény nyújtani, úgyhogy használom még felkészülésként, pláne amikor új pálya van, tudod ezt begyakorolni. De neked otthon van valamiféle szimulációs cuccod? Van egy ilyen alapfázam. Most már családi házban van akkor, egy külön szobám. De akkor nem ezzel a PlayStation-ös joystickkel, hanem azért rendesen kormánnyal, üléssel. De egy nagyon alap. Tehát én is, amikor régen játszottam, akkor volt, mit tudom én, ez a műanyag tologatható székem, vettem egy kormányt magamnak, azt rászereltem az IKEA asztalomra, és akkor mit tudom én, a laptoppal vagy az asztali géppel nyomtam. Tehát nem ilyen nagyon komoly felszerelés. És abból, tehát ebből az IKEA, tehát a MediaMarktba vettél egy izét, egy kormányt. Kb. Tehát, az volt. Hogy abból lettél te autóversenyző. Igen. Hát ez
ez elképesztő. És már az a, azok a programok, azok a játékok tudták annyira szimulálni és érzékeltetni a versenyzővel majdnem a valós helyzetet? Igen, tehát figyelj, főleg manapság olyan, olyan durván élethű játékok vannak, hogy megtanulsz gyorsan menni. Aztán nyilván tudod a legnagyobb különbséget, hogy hogy kezeled a nyomást, hogy kezeled a figyelmet, az, az most ilyen banálisnak tűnik kívülről, de végül az jelenti a különbséget szerintem. Tehát a virtuális térben, hogyha te nevezel egy online bajnokságba, akkor a jó online versenyzők nagyon hasonló döntéseket hoznak, tudod, sok gyakorlás után, mint az igazi autóversenyzők a versenypályán. És onnantól kezdve te már, hogyha megszokod a, hogy mondjam, az autóvezetésed, megszokod, hogy hogy kell helyezkedni a pályán, meg megtudod, hogy hogy kell gyorsan menni, akkor nyilván még az igazi autónak a kezelését meg kell tanulnod, de a, mondjuk a munka viszonylag nagy hányadát elvégezted. A Gyuri, akit ott látsz, és koronavírusos éppen, ő neki volt egy Mazda MX 5-öse, gyakorlatilag megvolt neki egy éven át, vagy kettő, ment vele összesen 40 kilométert, 45? Hát annyit nem is biztos. És egyszer vitt engem kb. 800 métert, és láttam, hogy, hogy nagyon-nagyon bizonytalan. Tehát az, hogy, hogy a, az egész autókezelés, az, egy, az, egy, az, az neki egy kihívás volt, egy feladat, és baromira egy nagyot fújt, amikor leállíthatta a motort, és leparkolt, tehát hogy vége van ennek a rémálom. Lehet, hogy nem? De, persze. Azért fújtam, hogy végre vége van, hogy kiszáll. De, de például egy, de ezt most komolyan mondom, neki is tud lenni olyan, nem tudom, pálya számítógépen, ahol azért meg tudja tanulni a dolgokat? Most nem az ő Mazda kezelését, de az, hogy, hogy tényleg, amit te mondtál, hogy a figyelem az, az, az hova kell, hogy összpontosulja, meg ilyes, ezeket meg tudja tanulni a Gyuri? Szerintem megtanulni meg tudja, meg egy, egy bizonyos szintig el tudsz jutni gyakorlással, meg, meg tanulással, de hogyha tudod, nincs benne ez az alap, hogy mondjam, ösztönző, hogy te most jól akarsz vezetni, meg élvezed is a vezetést, akkor valószínűleg olyan nagyon jó soha nem leszel. Gyuri, nincs mi? Nagyon nem találtam eddig meg magamban, de lehet, lehet, hogy itt szunnyad mélyen valahol. Nem csak az, hogy érezd jól magad komfortosan a Váci úton, nekem ez a kívánságom. Az az anyósülés. Ez óriási. Egy, egy picit beszéljünk a civil vezetésről, mert ugye Norbi nem titok, hogy az OMV-vel kapcsolatban te, te is ugye partneri viszonyt ápolsz velük, és mi sem vagyunk velük rosszban. Mi sem vagyunk velük rosszban. De, de egy picit a civil közlekedésről is beszéljünk, hogy amúgy neked, most gondolok itt Budapestre vagy a magyar autópályákra, de itthonra, neked mi a véleményed az utcai közlekedésről? Tehát szakember szemmel nézve hajmeresztő, amit látsz, vagy, vagy azért azt, azt lehet mondani, hogy azért a többség rendben van? Vannak haj. van fejlődési potenciál szerintem a hazai viszonyokat tekintve, de nem annyira drámaian rossz a helyzet, mint, mint, ami, ami, a, mint Egyiptomban. Mint Egyiptomban vagy, vagy Marokkóban, vagy Tájföldön. Igen, tehát én láttam azért ennél sokkal durvább dolgokat. Ami igaz, hogy van, van lemaradás szerintem, főleg nyugat-európai országokhoz képest. Igen, tehát ott, ott azt mondod, hogy, hogy, hogy jobban, profibban vezetnek? Figyelj, én, amit én látok, mert én is viszonylag sokat közlekedek, hogy, hogy borzasztóan türelmetlenek az emberek. Meg, meg nem, de az egy nem... ideg állapot. Az egy... Igen, tehát, hogy mondja nem... ezt Norbi, aki ez... mindenkit meg akar előzni. Nem, egyébként, ez, igen, tehát szerintem az a jellegű frusztráció, ami egy a hétköznapi életben itthon kicsit jellemzőbb, mint szerintem külföldön, azt az átviszik az emberek. A de az autós tudás, az nem rosszabb. Az ívnek a, mit tudom én, hogy veszem az ívet. Szerintem az meg, nem rosszabb. Az nem rosszabb. Nem. Mert én csinálok egyébként ilyen közlekedésbiztonsági tréningeket is, és messze jobb. Tehát messze jobbak a, hogy mondjam, az eredmények, meg amikor ott beültem emberek mellé. A nagy átlag szerintem, akinek van itthon jogosítványa, az, az tudja is az autót kezelni. A probléma az ott kezdődik, amikor kimegy az útra, és akkor rádudálnak, visszadudál, tudod, megy a... De az indulatkezelés, az tényleg egy nemzet idegrendszere, az egy másik történet. De hogy vezetéstechnikailag azért úgy nagyjából rendben vagyok. Szerintem igen. Amikor te utasként ülsz valaki mellett, akkor igyekszed terelgetni őt, hogy ezt másképp vettem volna, vagy, vagy igyekszed pont nem beleszólni? Ez a felesége megtanított, hogy ne. Hogy ne? Beleszólni. De próbáltam, tudod, az elején, mert az ember, amikor
úgy érzi, hogy valamit jól csinál, akkor nyilván ezt a tudást szeretné továbbadni. Én pláne bizonyos esetekben, de igen, a Johanna az viszonylag gyorsan egyértelművé tette. Johanna, a drága feleségem. Akkor hétvégén elindultok Johannával, meg a gyerekekkel, lemegyünk mondjuk Balatonfüledre. Ez a Mihelyis család programja. Amikor kiléptek az ajtón, hogy dől el, hogy ki vezet ma? Hát gyakorlatilag a Johanna azonnal a jobb egybe ül, hogyha mostanában én is ott vagyok, és elérhető vagyok, hogy vezessem az autót, úgyhogy én szoktam vezetni. Tehát ez egy automatikus, amikor kiléptek, ő megy a jobb egybe, te a bal egybe, és... aha. Jó, és ha iszol... Hát akkor nyilván nem én. Akkor Johanna vezet. Igen. Na, neked ugye nem nagyon... Tehát az autóversenyzésnek az egyik előnye, neked nem kell benzinre költeni, ugye? Te mikor fizetél utoljára a benzinkútnál? Hát szerintem most reggel. Idefelé. Nem mondod. Kell, dehogy. Tényleg? Nem, persze. Vagy most nem tudom, ezt rossz, hogy elmondtam. Nem, dehogy is. Nem, simán is, bemegyek teljesen simán is, bankkártyával. Világos, oké, csak én azt hittem, hogy egy autóversenyzőnek mindig valahogy ingyen rendelkezés áll a benzin. Igen, haverok egyébként mondják is, amikor tudod, hogy látnak az OMV kutakon arcképpel, hogy akkor elég el, hogyha bemondják, hogy ismernek engem is. És nem. Mehetnek fizetés nélkül. Mondd már, hogy a hatos kút is a tiéd, de a szupershopot amúgy gyűjtöd? Persze. Hát ezt lehet vásárolni máshol is. De mi vagy, te pénztárosnak készül? Tényleg gyűjtöm. Látod? Gyűjti. De ez oké. Nagyon jól teszi. De ezt utoljára mindig pénztárnál kérdezik meg. Nem gondoltam, hogy a rádió műsorban. Super Shop van. Van, igen. Ja, most akkor az OMV-re rákanyarodunk, és a játékra is egy picit. Ugye ott majd hangokat hallanak a versenyzőink, és ezek nem mindig csak tankoláshoz vagy autóhoz kapcsolódóak, hanem akár a gasztronómiához, ugye az OMV-nél ezt nagyon komolyan veszik. Te például szoktál autóban enni? Szoktam. És de inni biztos ilyen csövön keresztül, mint az autóversenyzők. Tehát azért egy cappuccino az nem a papírpohárban van. Ez a versenyautó az igen. Nem versenyautó, nem, a civilben. Inni, a versenyautóban szoktál enni? Inni. Én azt hittem, hogy az ivásra van. Nem, igen, inni, a versenyautóban is van egy kis csövem. Az utcai autóban szoktam, igen. Rendesen papír, pohár, kis pohártartóban elhelyezed, kis szendvicset. Sokat majd... kávézok. Egyébként, hogyha iszok autóba, akkor jellemzően kávét. Aha. Ja. Na jó. Nem, én például hátlis vagyok. Tehát. Hát igen. Tehát, hogy nem tudom, nálad a morzsa helyzet az milyen. Hát ez katasztrofális, ugye két gyerekkel. Amire én beülök az autóba, addigra ott már teljesen észrevehetetlen, hogy ott valaki elvette még, vagy nem. Finnyás vagy a civil autódra, az otthoni autódra? Ez megint csak volt, hogy nagyon sokáig finnyás voltam, aztán lettek gyerekeim, és onnantól kezdve megtanultam, nem finnyás. Elengedi az ember, persze. Igen. Abszolút, igen, én is egyszer. Volt az a nap, amikor beengedtem a kakaós csigát az autóba. Tehát hát kb. Ez elkerülhetetlen. Na, a nyerteseink, ugye naponta lesz egy nyertes, ez összesen 5 darabot jelent. Milyen élményre számíthat, élményszerű szót Laci nagyon imádja. Életre szóló élmény. Vagy életre szóló élmény, igen, elnézést. Tehát, hogy mire számítson, mi lesz veled az a nagy élmény? Hát úgy fog kinézni ez az alkalom, hogy kijönnek a nyertesek a Hungaroringre, és akkor mi előkészítjük a versenyautót. Ez gyakorlatilag egy ugyanolyan autó, mint amivel én versenyeztem a Túrautó világkupán. Abba beleszerelve egy második ülés, a jobb egybe. A Tarquinié? Igen, a Tarquinié ülésre. Ott be lesznek öltöztetve, kapnak egy sisakot, kapnak egy kis képzést, és akkor beülhetnek az autóba, és megyünk. Hát én igyekszem majd olyan köröket róni, mint mondjuk egy verseny hétvégén. Nyilván azért figyelembe kell venni azt is, hogy baleset ne történjen, de az élmény része az akkor lesz jó, hogyha gyorsan megyünk a pályára. Hát nyilván, hát csak akkor. És ebben benne van a driftelés, vagy a te műfajodban a driftelés az kimondottan időpocsékolás? Az időpocsékolás, igen. Aha. Tehát, hogy ha csúszik az autó, az általában időveszteséggel jár, és ezt próbáljuk elkerülni. Úgyhogy most nem tudom, én is nyilván próbálok majd gyorsan menni, hogyha azt látom ott valakin, hogy nagyon hát, hogy igényelni azt, hogy mondjuk keresztbe teljesítsünk egy kanyart, vagy csúszva, akkor azt is meg lehet oldani, mert van kézifék. Fogtok tudni beszélgetni útközben? Nem. Annyira hangos az autó. Ja, hangos az autó, tehát hogy lehet, hogy levegőt sem biztos, hogy kapom. Hát nem az van, hogy kézjelzéssel majd tudják mutatni, hogyha hát nagyon más lassabban nem mutatni, menni. Hogy király. Hát nem, már előfordult, hogy már más is... Azt is tudják mutatni, hogy álljunk meg, az is előfordult már. Jó, hát reméljük, hogy hányos zacskót nem kell vinni, mint a repülőn. Mert azért ez kemény. Én ültem egyszer egy ilyenben a Hungaroringen, hát soha többé. Tényleg? Igen, soha De egyébként, amit szerintem nagyon
nehéz, meg sokáig tart megszokni, az a, az oldalerő meg a lassulás. Tehát az, hogy most megyünk 230-40-50-nel a Hungaroring célegyenesbe, az most furán hangzik, de azt meg fogják dolog, szokni igen. Az első gyorsítás alkalmával. Jellemzően azt szokták mondani az utasok, hogy a fake pontokat, azok ilyen nagyon szürreálisak. Tehát amikor még mondjuk egy ilyen versenyautóval inkább gyorsítasz, meg felváltasz, ott az utas már rég fékezni, és ezt a fajta érzést, hát hogy mondjam, nehéz levetkőzni. Ezt abszolút át tudom érezni két másfajta élményben, hogy egyszer egy kétüléses Form 1-es autóban egy McLaren Mercedesben ültem Olivier Panis mögött. Ott volt egy ilyen élményem, és egyszer a Talmával motoron a Hungaroringen, és ott tényleg néztem, hogy ez még mindig nem fékez. Tehát, nem, és amikor fékezett, akkor rámásztam a hátára. Tehát olyan erővel kellett eltolnom magamtól, ugye, hiszen értre az erőket. A Talmát. Szóval ez valóban, ez nagyon izgalmas, hogy hol veszed a féktávot, és... Igen. Az nagyon kemény. Norbi, hát nagyon köszönjük. Sikeres versenyzést is kívánok neked nyilvánvalóan, és álljon rendben helyre minden, ami az autóversenyzéssel kapcsolatos. Köszönöm. És véletlenül majd találkozunk a ringen, legalábbis ezen esemény kapcsán. További sok sikert neked, és köszi, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Mielis Norbi! Hopp! És egy gyors kérdés a hallgatók felé, ugye azért, nem tudom, az autóvezetés az egy picit olyan, mint a, tehát hogy senki nem mondja saját magáról, hogy ő rossz. Én sem hallottam még ilyet, nagyon rosszul vezetek. Hogy én nagyon rosszul vezetek. Az olyan, mint hogy senki nem mondja magáról, hogy nagyon rossz vagyok az ágyban. Ugye? Ilyet még senkitől nem hallottál. Soha életemben. És tényleg vannak ezek az önjelölt autóversenyzők, meg minden, és van, aki ott ül az autóba, eltöltött már jó néhány évtizedet, nem tudom hány százezer kilométert, és azt gondolja, hogy amit ők csinálnak ott a Hungaroring, azt én is tudnám. Ja, hagyjál már, én is meg tudom csinálni, azt én is semmi. Pontosan. Na most kíváncsi vagyok az ilyen arcokra. Jelentkezzenek az ilyenek, akik saját bevallásuk szerint annyira jól vezetnek, hogy akár autóversenyben is megállnák a helyüket. Akik tényleg hisznek abban, hogy ezzel a tudással a Hungaroringen a helyük. Igen, amit ők tudnak így az ország útjain, vagy nem tudom mi. És azt is mondd el nekünk, hogy miből jöttél rá, hogy ennyire jó vagy. Hát mikor lett világos. Tényleg, jöjjenek azok, akik azt mondják, hogy én brutál jól vezetek, nekem ott a helyem, nekem ebből kéne a kenyeremet keresnem, bárcsak lehetőséget kapnék, de vagyok legalább olyan, mint a Mielis Norbi. Uh-huh. Norbi is hallgatni fogja egyébként, tehát hogy a gyöngyszemet találunk, akkor mindenképpen kitúrjuk. Így van. És hogy hogyan jöttél rá, hogy te tényleg ilyen eszméletlen jó vagy, jobb vagy, mint az összes többi. 0620-22-22-122. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Jön az útrahang. Figyeljen a hangokra. És 9 óra lesz pontosan 6 perc múlva. Izgalmas, mert ilyenkor megőrül az SMS monitor, és próbáltunk itt két játékost kiszúrni. Meg is vannak egyébként. Itt van velünk először is a Dóri. Hello Dóri, jó reggelt, szia! Jó reggelt! Léci, minél közelebb menj a telefonodhoz, nem tudom, hogy a hangot majd mind keresztül fogod hallani, hogy a rádión keresztül, vagy a telefon, de légy szíves, ne kihangosítón legyél, ha lehet, jó? Jó, nem. Mert nagyon-nagyon rossz a hangminőség úgy. Dóri, az ellenfeled a Csaba. Hello Csaba, jó reggelt, szia! Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt! Na, Csabi és Dóri, ti vagytok a versenyzők. Dóri, te miért jelentkeztél? Annyira szeretnél Norbival egy pár kört menni a Hungaroringen? Ó, egy nagyon régi álmom. Igen. Hát az óriási lehet. Már lehet, hogy Norbi esetleg bennünket is elvisz egy körre, hogyha... Én nagyon szívesen felajánlom valakinek a számára. Norbit nagyon kedvelem, egy végtelen szimpatikus, és valószínűleg ez egy életre szóló élmény, de én nem bírom ezt. Nem bírod ezt. Jó, akkor... Nem bírom. Mi, Anett? Anett az nagyon menne. Én imádom a sebességet. Jó, oké, szuper. Jó, Dóri, ez nem jelenti azt, hogy tőled veszük el a helyet, amennyiben te nyernél. A másik versenyzők ugye Csaba, gondolom Csaba, akkor te is azért, mert úristen, Norbival Hungaroringen az egyik legnagyobb élmény, gondolom ezért. Hát igen, szeretném egy kicsit a nagy sebességet kihasználni, hogyha lehet, mert... Hát átélni. Vagyok, de, hát igen, hát úgy, mert... Most is sofőr vagyok, de nem mehetek 90-nél többbe.
Hát akkor de már 110-nek is örülnél. Hát igen. Jó, több lesz. Na jó van. Gyerekek, a következő a menet. Három hangot fogtok, mindig megállunk közben, három valamilyen zajt, zörejt fogtok hallani, ami összefüggésbe hozható a töltőállomásokkal, az OMV-vel, az autóval, a benzinnel, a gasztronómiával és az OMV-nél, ugye azt is lehet nem csak tankolni. Tehát ezt kéne kitalálni. Méghozzá úgy, hogy amikor mondod, mondd elé a neved. Tehát, hogyha Csabi, te tudod nagyon gyorsan, akkor azt mondod, Csaba, és mit tudom én, nem tudom, dudálás, vagy bármi. Jó? Csaba, oké. Okay. Tehát Csaba, okay. Csaba, dudálás. A Csaba, oké. Okay. Dori, oké? Okay? Dori vette. Csak te ne azt mondd, hogy Csaba. Ne. De valószínűleg a hangszínedből megállapítjuk, hogy tévedtél. Igen. Jó, ez csak azért a megkülönböztetés miatt, ha felismernénk véletlenül a hangotokat magatoktól, akkor is nyilván jár a pont, oké? Mind a ketten felkészültetek, mehet akkor az első hang? Hajrá! Akkor igen. Ez mi? Ez egy gerjedés, ez már nem ez a hang. Ez egy gerjedés, igen, nem tudom, melyik őtök telefonja. Ez volt a hang? Akkor Csaba, levegő. Elfogadom, ez a tulajdonképpen kerékfújás. Nagyon jó, oké. Dori, kapaszkodj. Itt van, mindketten felkészültetek, a következő hang. Index. Dori, index. Ez az, nagyon jó, Dori. A következő fogja eldönteni, oké? Okay? Csaba, Dori, mehet? Mehet. Igen. Csaba, oké, okay, figyelj. Csaba, tankolás. Mit mondtál? Tankolás. Dori, tankolás. Nóri, mit mond? Dori. Dori, tankolás. Nem. Dori, kávé kiöntés. Ez a... Wow! Kávé, darálás, kiöntés. Gratulálok. Így van, hát Dori. Gratulálok. Önt viszem el a Hungaroringen egy élménykörre a versenyautómmal, a 30 éves OMV jóvoltából. Gratulálunk. Azt a mindenit. Édesem. Te boldog vagy. Jó szórakozás. Rettenetesen most is éppen vezetek és remegek közben. Hát ne ez legyen az utolsó utad. Nem. Állj félre egy kicsit lenyugodni. Nem is Norbival lesz az utolsó. Bizony, Csaba, te se keseredj, gyere, egy kétszemélyes gurmé selection menü az OMV jóvoltából a tiéd természetesen. Gratulálunk neked is. Super, köszönöm szépen. Mi is köszönjük mind a kettőtöknek, Dori neked külön, és természetesen hívunk majd, keresünk majd mind kettőtöket, és elmondjuk, hogy kapjátok meg a nyereményt, oké? Okay? Köszönöm Csaba is a játékot. Nincs mit. És jobbulást a Gyurinak. De a Gyuri most nem tud válaszolni, mert te vagy a telefonján. Nem, majd átadod neki. De a hüvelykujjával mutogatja, hogy köszi. Oh, oké, okay, köszi Csaba, Dori, majd keresünk. Sziasztok, hello. Sziasztok. Hello, hello. Fú. Gyerekek, annyira örülök, igen, hogy amikor jó helyre kerül az ajándék. Hogy örülök? Elkezdett szinte sírt. Tényleg, Dori, állj félre egy kicsit, nyugodj le, és aztán mehetsz tovább. Így van. Na jól van. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Holnap ugyanúgy játék, ugyanebben az időben. Most már nagyjából sejtitek, tudjátok, és ez egészen péntekig minden nap a két nyereményünk. Jövünk vissza egy pár perc a Vokcival, és Voga tanár úr szeretne a vírussal kapcsolatos hétköznapi paranójákról beszélni. Igen, amik talán kialakultak, de lehet, hogy egyébként Boga csak most vette észre, hogy neki milyei vannak, hogy ez a vírus helyzet van. Mert neki amúgy is hajlamos ilyen paranoiás dolgokban elmélkedni, mondjuk így, tehát, hogy... Valami, ami nincs attól félni. Nem, ő nem félős, de az, hogy valaki neki rosszat akar, azt ő szereti a fejébe venni. Aha. És a vírus miatt most ez úgy látszik, hogy felfokozódott, és erről szeretne beszélni, de gondolom, és gondolja ő is, hogy ez sokatokkal előfordul, tehát ezzel megint segítünk egymásnak, hívjuk Voga tanár urat a hírek után. 9 óra 11 perc van, itt vagyunk, jó reggelt újra, szia Laci! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Gyuri, itt vagy? Jó reggelt, itt vagyok. Jó reggelt, meg vagy, jól van. Hello, Anett, szia. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt. Na, itt a játékkal kapcsolatban például valaki azt mondja, az ultrahangban, nem, ez most szellemesen útra, mint az útra való, ultrahang. Azt mondja, a Pál eleve előnyben van Anna Mariával szemben.
mert mondjuk a nevük helyett a lakcímüket és a személyigazolvány számokat a versenyzők. Értem a kritikát, viszont másképp nehéz megkülönböztetni, a két azonos nemű van. De ezzel azt az ötletet adtad, hogy holnaptól egy nőt és egy férfit választunk. Így lesz. Így lesz, és akkor nem kell mondani a nevet, akkor egyből meg tudjuk különböztetni, mert úgy meg nem tudnánk. Igen, annyit fog mondani, hogy nő. És így mondja van a megfejtést. Így most megfelezted a férfiak vagy a nők lehetőségét. Uh-huh. Jó, hát vagy azt kérhetjük, hogy rövid keresztnevűek hívjanak. Jó, de becézni is tudunk. Tehát, hogyha valakinek olyan hosszú neve van, majd akkor becézzük. Vagy tényleg ezt csináljuk, hogy mindig egy nő és egy férfi kerül, és akkor meg tudjuk különböztetni. Vagy ránk bízzátok, és megoldjuk. Igen. Szerintem legyen ez. Ezt megoldotta egyébként Csaba és Dóri, két szótag volt mind a kettő, tehát nem volt ezzel profik baj. Jó, Gyuri, visszatértél ezek szerint? Mi van? Ki az? Ez valaki keres? Rácsöriznek? Egy 061-es szám. Pillanat, várja, figyelj, halló, tessék. Én tudok, nem a... Mindegy, Judit, ne keressen, én dolgozom. Nem, már egyszer már beszéltem önökkel, és már szerintem fejezzük be a kapcsolatunkat. Ajaj, nagyon megköszönöm. Óriási, köszönöm. Tudja, én most egy rádióban dolgozom, és most ezt mind hallja mindenki, tehát szerintem ön érdekében jobb, ha letesszük. Szép napot, viszont hallásra. Ja, Istenem. Le tudom, hogy itt ugye új munkámban egy rádióban dolgozom. Nem, tényleg így gondolom, ott volt neki kivonatva, hogy ma kit kell fölhívni, és azért, hogy bocskor, te de az a baj, hogy múltkor fölhívtak, és aludtam. Tehát, és akkor mindent megbeszéltünk. Tehát lezártuk a kapcsolatunkat, érted? Mindent megbeszéltünk, és most újra hívnak. Én azért vettem fel, mert nyilván minden ismerősöm és barátom tudja, hogy ilyenkor ne hívjon senki. Uh-huh. Nem is kell nagyon mondani. És ez egy 061-es szám volt, tehát kíváncsi voltam, hogy... De mi életbiztosítást akartál adni? Mert engem meg érdekelne. Mi? Mindegy. Lényeg az, hogy ő többet nem fog téged hívni. Törölt a listát. Így van. Mit szeretett volna Judit? Nem tudom, mit akart Judit. Na mindegy. Jó, szerintem nyomjuk meg a gombot, jöjjön a vokci. A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor. Hello, Vokci! Jó reggelt! Szia! Nem, hello, Vokci. Nem jó reggelt, nem szia. A Gyurinak a képe is... Gyuri, te még itt vagy? Én itt vagyok, hallak titeket. Jó, mert a Vokci viszont jelenleg nincs. Akkor arra kérlek benneteket, hogy a Vokcit a fehér telefonon hívjátok. Gyurinak viszont megszakadt a képe. Úgy látszik, majd ilyen technikai napunk van. Le fog merülni a laptop, amin a Gyuri... Most se vagyok? Most vagy, hello, Vokci, most vagy. Ez hihetetlen. De miért? Hát akkor ezek szerint nálad volt a gubanc. Miért itt vagyok most? Most adásban vagy. Gyerekek, nincs nálam gubanc, nincs nálam ebben a pillanatban. Hol ilyenkor kapcsolom be? Már olyan vagyok, apám. Moderáld magad, mert adásban vagy. Júj. Tudom, mit mondtam? Még egyelőre semmit. Gyerekek. Na hát, de azért érzed, hogy bennem van a... Abszolút. Olyan perspektíva van benne. Nem, mert most már eljátszátok a... Jó van, hogy nem vagyok, akkor ez jó trükk egyébként. Na de hát akkor valami biztos, ami zsinort megmozgatsz, és akkor történik meg a csoda. Dehogy mozgatok a fenét, én mindent ugyanúgy csinálok. Jó van, ne erről beszéljünk, de erről is tudok nagyon sokáig, semmi gond. Na, sét a Covid idején, halló, van egy pár perce egyébként rám, én is kapok ilyen telefonokat, én viszont hosszan el szoktam velük csevegni. Igen, én is néha gyakorlatilag ilyen elhumorizálgatok, csak most nem volt, mint látjátok, alkalmas. Nem, hiszen... én csőbe húzom őket frankon, és akkor utána elmondom, hogy mi a helyzet. Hogy soha többet. A lépéseket fogok tenni. Azt mondja, felvettem mindent, remélem is, hogy felvetted. A többit nem mondom el. De a felvételt is csak a te engedélyeddel és a beleegyezéseddel csinálhatja. Tehát ő neki először közölni kell. Igen. Igen, kérnék egy példányt belőle, természetesen, igen. Na. Sét a Covid idején csak úgy approximatíve, szabadon Dévényi Ádám után, és sétavárban approximatíve, hát elindulunk sétálni.
mikor menjünk Covid idején. Nem vagyok egyébként paranoiás, csak utálom, ha mit tudom én, ha követnek meg, körül lesznek emberek. Én csak erre vagyok allergiás. Tudom, a kör közepén állsz, és körbevesznek jó barátok és rosszak. De neked állandóan ez az érzés. Ezekből csak a rosszakat látom, igen. Na szóval, igen, ezt a dalt különösen szeretem. Na. Tehát elindult sétálni, és nagy nehezen... mikor menjél sétálni, ez itt a lényeg, hogy ugye lehetőleg ne találkozz senkivel, nézzük hajnalban mi a helyzet. Lihegő, kocogók, szabadon futott kutyával ez a... És általában ezek feléd futnak, nem értem miért. Tehát amint meglátnak, akkor jönnek feléd. Erre mondott te, hogy én paranoiás vagyok. Nem, nézem a menekülő útvonalakat, mert látom a lehelletét a hajnalban, érted? És mint ahogy tudom, hogy amikor elindulok a garázs felé, hogy valaki dohányzik a városban. Ezt te ismered ezt az érzést? Nem, de most már egyre aggasztasz. Tehát, hogy amikor valaki dohányzik a városban? Igen, reggel tiszta levegő, és kilépsz a lépcsőházból, és elindulsz a szabadban, érzed, hogy valaki a városban rágyújtott. Tehát körülötted van valahol, mit tudom én, és nézem, hogy hol dohányzik valaki, és látom, hogy mit tudom én, tőlem 500 méterre ott valaki. Pislákol, érted? Érzed szóval az orroddal is, látod a szemeddel? Így van, és ez nem, mert sötét van. Na most ez a szörnyű ebben az egészben, hogy ha a cigifüst elér hozzám, akkor képzeld, hogy egy ilyen kocogó szabadkutyás... Ugye, aki ráadásul nem is hallja, hogy liheg, csak látja, mert a fülében van ugye a megfelelő szerkezet, ami kizárja a környezetét, hogy ezt hogy kerüld el. És akkor jönnek a menekülő útvonalak a parkoló autók között. Aztán utána, ja, de ez mind már beértem a parkba, érted? A tó körül, tehát ahol szeretném megnézni, hogy mikor menjek sétálni. Tehát ekkor nem. Jó, akkor jöjjön a délelőtt. Délelőtt vannak a bandába verődő iskoláskorú krétaszőkevények, ugye, akik, mit tudom én, nem rendelkeznek megfelelő ilyen... Internetes kapcsolattal, és ugye akkor ezek úgy megtalálják egymást, és akkor azok ott csapatostul ugye mennek körbe a tó körül. És teszik a dolgukat, ami szintén nekem nem tetsző. Aztán vannak az ebéd előtti home office-ból menekült termoszos kávés cigis túrán azok az emberek, ugye, akik várják, hogy már kinyisson valahol valami olyan helység, ahol lehet enni, például, mit tudom én, a tócsárda, vagy akármi, ami még úgy kiadja az ételeket. Aztán, akik túl vannak a családi ebéden, ugye nagymamástól, kutyástól, gyerekestől, rokonostól, ezek olyan dél és fél egy között, ugye már, de inkább fél egy és kettő, három, négy között, ugye átveszik a hatalmat a tó körül, és akkor ugye ezekkel találkozol a fahídon. A fahíd az másfél méter széles. És ezek ilyen agykirály katonát stílusban, tudod, egymás mellett, ugye üzét elhelyezkedve, ilyen láncban támadnak. És akkor ugye a híd közepén állsz, és akkor mi most, ugorjak a mocsárba, vagy mi? Vagy verjem le a nagymamát, mégis ő a leggyengébb, igaz? Gyereket nem bántunk, ugye a kutyához megint nem nyúlunk, mert az olyan, nézzé, olyan antiszociális. Ez egyébként melyik város, ahol mocsár van, meg tó, meg... tehát ez valami az Everglades ott Floridában, a krokodilokkal? Ez Székesfehérvár Sós. Székesfehérvár Sós. Sós-tó. Sós-tó, igen. Sós-tó. Igen, Sós-tó, ami ugye, ez egy itató-tó, ugye, ettető-attó itató, érted? Na és akkor itt sétál az ember, és akkor még mindig vannak utána még időpontok, hogy esetleg délután, de akkor jönnek a barátnők összemakramézva körülbelül 40 kutyával, érted? És akkor ezek között kell elmenned. Most ezt azért mondtam, hogy ez egy csapás ösvény, tehát még az erdőbe tudsz menekülni, ahol viszont nincsenek megfelelő csapások, tehát ha azt választod, még úgy kikerülheted őket, és akkor megjelennek ugye a bájos fiatalok, szabad csapatokba verődve, szintén BMX-re szerelt hatalmas Bluetooth hangszórókkal, ugye, ami megint annyira kellemes az ember számára, és akkor elmennek melletted, ugye, akkor is tudjuk, a biciklis, mikor elhúz melletted, akkor az is húz maga után egy ilyen hatalmas sávot, főleg a csapatostól jönnek, és akkor megint ott vagy a Covid-nál. De a legrosszabb, a leges legrosszabb, amikor ismerőssel találkozol.
Hát annál rosszabb nincs. Csak jönnek a H betűs szavak. Hello! Hogy vagy? H betűs szavak. És akkor mint egy befűvezett télapó. És jön a sok H betűvel. Látod a covidokat, ez angol, ez izé, ez brit. Látod a covidokat. Ilyen, hogy, hogy szállnak feléd, érted? És akkor közel jön, kezet akarod. Tehát jönnek ezek a régi reflexek. De miért nem maszkírozod el magad? Én elmaszkírozom magam, csak nem tudom, tehát mint egy kínai kamera, érted? Sziluettből, akármiből, hiszét, valahogy izé. Behazavasít. Be, rendesen, igen. Vagy mit tudom én. Szóval látszik már a mozgásomon, hogy tehát valahogy körülvesz egy ilyen gyűlölet aura, tudom, és ez messziről világít, vagy én nem is tudom. Egyébként szeretem az embereket, tudod jól, de, tehát nincs, hát, ha valaki mindenki azt mondja, hogy antiszociális, az a baj csak, hogy érted, hogy azt nem szeretem, ha közel vannak hozzám, vagy mit tudom én, hogyha például észrevettem az embereken azt a furcsaságot, egy nagyon egyszerű dolog. Az ember elmegy ugye a párjával szabadon sétálni, és akkor az természetet kéne élvezni, nézd meg, a természet teszi a dolgát, mondja mindig Ildikó, ugye hidd el, legközelebb kijövünk, már levelek lesznek a fán. És ilyeneket mond közben, miközben te sétálsz dühösen? Nem, ez lenne a jó, de nem erről beszélünk. Nézd azt az állatot, nézd a barbot. Nem hiszem, nem. Most figyelj, most tényleg az a 3 méteres náddal a gyerek felén fog futni? És kiveri a szememet? Nem csillagom, letöröm neki, mint a szart, érted? És így megy, és mire hazaérünk, őrjöngünk, érted? Olyan rosszul esett a séta, ha lehet, hogy otthon feküdtünk volna, és megnéztük volna a Sissinek a harmadik részét, vagy mit tudom én, amit tényleg nem szeretünk. És akkor nem tudom, mit akartam mondani. Hát nem, én figyelem, hogy a Voga házas pár milyen fontosnak tűnik. Voga in the city. Tehát, na ez az. Nem, ez már a természet maga, tehát itt a szabadban vagyunk. De miért teszed ki magad ennek? Hát akkor ne menj sétálni, menjetek ki az erkélyre, egy rumosteával. Új helyeket keresünk. Ja, nem, azt akartam, megfigyelésemet akartam mondani, amiből írök egy tanulmányt, de legalábbis egy esszét. Hogy az emberek, hogyha egy tavat körbejárnak, vagy egy parkot, a 80%-uk az óramutató járásával megegyező irányba kerüli meg a tavat, meg a parkot. De jó, én is így csinálnám. Holott? Ja nem, a természetes, én ellenkezővel mennék. Az óramutató járásával ellenkező irányba kell menni. Igen, na én úgy kezdeném. Mert az ember így van, na így van kódolva az ember. Ugyanis az összes futópálya minden így van berendezve, mert ugyanis az emberek nagy része jobbkezes, és az agyi átcsatolás, ugye az idegpályák, ahogy kereszteződnek, ezek miatt gyakorlatilag, ha én azt mondom neked, hogy ugorj fel, és ha te jobbkezes vagy, és pördülj egyet magad körül, akkor tudja, hogy balra fogsz csavarni, érted? Uh-huh. Tehát, hogy balra fogsz fordulni. Na most, tehát az lenne a természetes, hogy az emberek az óramutató járásával ellenkező irányba kerüljék meg a tavat. Nem. Mindenki szembe jön nekem. Miért? Miért? És ezen gondolkodtam, hogy az emberek miért mennek ellene a természetes dolgoknak. És ebből szörnyű következtetéseket tudok levonni. Érted? Miket? Hát például tényleg ennyire nem tudják, hogy merre természetes fordulni? Tényleg ennyire nem tudják, de mi a természetes csinálják a világban? Hát lehet, hogy nem azért természetes nekik. Mert esetleg van egy balkezes apuka a családban, aki és összezavarja a világot? És autokrata, igen, és az ő vezetésével a család kénytelen a menetire megváltoztatni, és a óra mutató járásával megegyező irányba megkerülni a tavat. Vagy mit tudom én? Vagy sok a balkezes Fehérváron. De figyelj, tehát neked tényleg agyadra ment ez a bezártság. Gondolj bele, hogy azért egy pár évvel ezelőtt mi ennekről nem beszélgettünk, mi sok mindenről, de ilyenekről nem beszélgettünk, hogy miért megy az óramutató járásával egyezően valaki egy tó körül. Sosem mondtad volna ezt, sosem bosszantottad volna fel magad ezen. Dehogy ha nem. Én felugrok magasba, merre pördülök, ez téged hát nem fogja... Figyelj már! Hiddel, baj van. Én 40 évig ezzel foglalkoztam. Mit gondolsz magasugrásnál, mi? Hogy határozod de meg? De én meg ismerlek 30 éve, és egyszer se hoztad ezt szóba. Nem hoztam szóban, mert egy marha jó témám volt apám, hogy milyen lenne a nőuralom a világban, és a Gyuri úgy kivágott vele, mint a rossz sebb, és azt mondja, messzélek a covidos sétámról. Hát muszáj valamit mondanom a rohadt életbe. Nem ez... Ja, értelek. Akkor ezeket én most találom ki. Ne hülyéskedjen, muszáj rögtönöznöm valamit. Mindent értek.
először is nem megyek sétálni Covid idején. valami nem stimmelt itt nekem. Kettő, nincs itt tó. Most már értem. Gyuri, tehát te a tanár úrból tényleg visszatömködted bele a jó témáját? Kicsit lexikálisnak éreztem a dolgot, és gondoltam, hogy evezzünk egy könnyedebb víz felé, és ez lett a covidos séta. De hát ha nem sétál covid alatt, akkor miért kell neki erről beszélni? Nem, velem elhitette. Azt mondta, mondjak egy másik témát. És ez volt a covidos séta. Igen. Amit el akartam menni sétálni. Micsoda kulisszatitkok, nem? Hogy készül fel egy rádiós a témáival? Ez óriási. El akartam menni sétálni, gondoltam elmesélni, hogy voltam is. Jó, de egyébként a Gyurit bármikor máts be, vagy tehát ő bírja. Nem akarom bemártani, csak én így jutottam el eddig a témáig, csak úgy mondom. A matriarátustól. Igen, nekem ez egy tök szép kép egyébként. Tehát én, jó, de hát nem, reggel hajnal van, 5 óra, amikor már ki lehet menni, sötét van. A Székesfehér 6, akkor a Székesfehérvár túlsó végében meggyújtott cigaretta parazsat meglátod, utána elindulsz a tóhoz, ahol mindenféle ellenség jön veled szemben, a szűk hídon nem fér át egész. Azaz. Nem fér át egész Fehérvár. Vagy király katonát. És vagy király katonát, és vagy mocsár, vagy belemegyek a vírus felhőbe, közben nyilván védem a feleségem, akit megtámadott egy suhanc, egy 3 méteres náddal. Igen, igen. És aztán, és jönnek az ismerősök, ki ne ismerné Bogát Székesfehérváron, aki H betűs szavakkal támad le. Csak, hát figyelj, hello. Hello. Tehát én Falcon mondta az előbb, igen. Vienna calling. Tehát én imádom ezt a képet, amit látok róla, és aztán sokkal mérgesebben tértek haza, mint ahogy elindultatok. Így van, na, ugye ez igaznak tűnik. Nagyon. Jó, hát akkor elmondom, hogy a liftig azért eljut az ember, de az neked is megvan a lift. Amikor meditálsz, lépcsőház vagy lift? Ki jön le? Büdös ember, covidos ember, vagy mit tudom én? Nem hiszem, ki jött le múltkor a liftel, Gyuri. Ugye, hogy számít? És akkor kinyílik a lift ajtó, mondjuk hát nálatok nem olyan van, mert nálatok gondolom ilyen jobbra-balra elhúzós automata, nálunk kilökös van, és akkor kinyomja a liftet, és tartja nekem, hogy szálljak be. És tudod, száll a tökön, büdös van benne, nem? És különben is már telekovidoztad nekem, most akkor mi legyen? És akkor én a fejedhez kapsz a menekülőt, jaj, a kocsiban hagytam, amit tudom én, micsodámat. Te ilyen álcselekvéseket hajtasz végre nap, mint nap. Hát muszáj, hát olyan szörnyű. Hát nem, nekem kínos, én miatta nem csinálnám, hanem nem is tudom, magad miatt csinálod, érted? Abszolút. Hát tudod, hogy szemetet gyűjt a lakásába, meg tudod, hogy szóval érted, meg egy abszolút kicsit kakaszaga van. Tehát tudod te, hogy mi a helyzet, de mégsem bántod meg, mert olyan intelligens vagy, hogy nem igaz, és még rámondják, hogy antiszociális, mert a szarszagúnak nem szállok be izéjába a lift. Nem érti ezt senki félre, boci, de hát itt ez az SMS is azt mondja, te köcsög, menj te a Holdra, ott egyedül lehetsz. Nem, tele van kínaiakkal, meg mit tudom én ott is. És rossz felé mennek. Na jó. Ja, igen, és a másik oldalon vannak ráadásul. A Hold másik oldalán buliznak, amit még nem is lát. Bokcika, nagyon köszönjük, tényleg most már értem, mi ez a Covid paranoia, és egyébként egy csomó részét át is érzem. Köszönjük szépen, és csőkutya. Csőkutya. Hello, szia, Bokci. Na. Hú. Bizony. Ugye? Levegőt kell venni. Jó, a mai nap legjobb pillanatai következnek a hírek után, és ez az Ultrahang közös játékunk az OMV-vel felvezetője volt, mert Mihelis Norbi is részt vett ebben a játékban, és vendégünk volt. Megkérdeztük, hogy a VTCR világbajnok most mit csinál, hogy nem lehet versenyezni. 10 óra lesz pontosan 6 perc múlva, és búcsú SMS-ek megérkeztek, a Gyuri képe eltűnt, de gondolom a hangja itt van, itt vagy Gyuri? Jó reggelt, itt vagyok, persze. Oké, arcilag nem látunk, de hangilag hallunk. Szuper, Vogával kapcsolatban jön még, imádjuk Voga processzort, a sok ketrec marhának nem kéne megsértődnie, ha megmondja róluk az igazat, főleg Budapest van tele bunkókkal, a káromkodás meg a lélek széklete. Milyen szép, nem? Igen, így egy kicsit jobban esik majd. Ja, Mihelis Norbi mennyire szimpatikus, mint ember is, mint versenyző is, szurkolunk neki idén is, Joci a bordíler, valamint köszönöm szépen a nevetős reggelt, remélem Gyuri hamarosan felhagy királyi alüligyeivel, eldobja a koronáját és visszatér hozzánk Pórnéphez, puszi. Gyuri, ez neked szólt. Rajta vagyok nagyon. Már dobom, mint a frisbee, csak eddig még mindig visszajön. Legyen így. Jó, okay. Hát ma megint nulláról indult a 3 tünetmentes nap, ugye?
Editnek köszönjük szépen a tortát, üzenem, megérkezett Iza, ő meg is eszi, és... Wow. És Anett, neked is köszönjük, óriási köszönöm vagy. Én is, holnap találkozunk. Sok boldogságot, ha rendedben, így van. Köszönöm. Köszi, Laci, holnap reggel 6 óra 8-kor, így van. Gyuri, légy szíves, akkor fejezd be, úgyse látlak. Viszlát.